Császárokszállásváros önkormányzatának képviselőtestületi ülésén, 2023. május 25-i soros testületi ülésén. Tisztelettel köszöntöm jegyzőasszonyt, aljegyzőasszonyt, alpolgármester urat, a képviselőtestület tagjait, irodavezető asszonyokat, intézményvezetőket, apát plébános urat, roma nemzetiségi kisebbségi önkormányzat vezetőit és a sajtóképviselőit. Az ülés elején megállapítom, hogy a képviselőtestületi ülésen teljes fővel a képviselőtestület tagjai megjelentek, tehát határozatképes a testület. Először a napirendi pontok elfogadása következik. A meghívóban szereplő napirendi pontokra teszek javaslatot, kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Interpellációk következnek. Tisztelettel kérdezem jegyzőasszonyt, hogy érkezett-e írásbeli interpelláció? Nem érkezett írásbeli interpelláció. Írásbeli interpelláció nem érkezett. Átadom a szót képviselőtestület tagjainak. Szóbeli interpellációs időszak következik. Csomor János képviselő úré a szó. Szépen. Tisztelt polgármester asszony, képviselőtestület érdeklődő állampolgárok. Először is a köszönet hangját szeretnék szólni a műszaki iroda részéről. Teszem ezt azért is, mert több alkalommal próbáltam már ez ügyben interpellálni, nevezetesen a Deák utca 2. Éppen az elküldött fényképen néztem a dátumot, 22-10-22-én bontották ott föl a hevesi vízmű részéről azt a javítás véget, azt hiszem csatorna csőtörés volt, és a mai napig úgy van. Korábban, miután jeleztem, interpelláltam, a műszakiroda akkor is megtette és értesítette a vízmű ZRT-t. Hozzáfogtak, látom, hogy a földmunkában valami részt ott elvégeztek, de továbbra sincs a helyreállítás befejezve, és pont az elmúlt napokban ezek az esőzések révén abból a kis utcából csak ott tudnak följönni, és ismételten kihívtak, megkaptam újra a fényképeket, hogy nézett ki. Továbbítottam műszaki ide a részére, és örömmel mondhatom, hogy ismételten fölhívták, sőt visszaküldték a levelet részemre, amit elküldtek a ZRT-nek. Azért mondom el, mert vannak, akik úgy ítélik meg, hogy talán nem foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel annyit, vagy csak éppen megnyugtatólag mondjuk nekik. Én azt gondolom, hogy itt mindenki előtt, azt hiszem ismert, hogy több ízben szóba került már ez a terület is. A következő, elég sokat foglalkozom ilyen utca bejárások kapcsán, sokfelé járok. Most a Hétvezér utca és a Szent András utca kereszteződésénél voltam kint. Zúzalékkővel van ott föltöltve a Hétvezérbe a bejáró rész, és ugye az jóval magasabban van a Szent Andráshoz képest, és ha innen megyünk a strand felől rész, a gimi felől rész, ott teljesen bemosta már az a 300-as csövet, ez a kavics és a föld, és ott áll meg a víz, és ezügyben szeretnék, hogyha ott valamit tennénk. A másik oldalon látom, hogy nyitott a cső, a 300-at tisztítják itt, de itt már olyan mélységig föltöltődött, hogy a víz nem tudott átfolyni, és ott áll és átfolyik teljesen a Szent Andrási úton ez a sáros víz. A következő, a füvek kapcsán szeretném elmondani, hogy hát nem tudom, hogy mit tudnánk tenni, de valamit tenni kell, mert a város, tehát csak a főbb utcáit mondom, most a Deák Ferenc úton 7 vagy 8 helyen számoltam meg azt, hogy 50 centis, 40 centis fű van. Tudom azt, hogy sok helyen elhagyott, ott nem lakik senki. Olyannal is beszéltem idős néni, aki ő nem vagyok rá képes már, de valamit tennünk kell. Ugyanezt tapasztaltam most a Szent Andrási úton is. Több helyen a boltnál jártam most, ez a kis ABC, ott körülbelül egy méter magas az a vad, sóska, mert nem ilyen füvek vannak már ott, és szóltak, hogy tehát valamit azzal tennünk ki. Közvetlenül a boltnak a bejáratán. Tudom az is, hogy elhagyott, tehát nem lakik ott senki, de több ilyen van. Ugyanígy a szépen fölépített Bajcsi útunk mellett, ahol járdától szegélykővel ellátott, és hát olyan rossz érzés, amikor közvetlen szomszédodban 2-3 centis, és utána mész 2 métert, ott meg 50-60 centis. Ott is olyan gond van, hogy nincs ott senki, hogy ezekkel mit tudnánk tenni, de
muszáj leszünk, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy hát az ember komfort érzetét közvetlen közelében, amit tapasztal, az mindenképpen befolyásolja. Akik ott élnek, meg ott mennek el, pont múlt héten temetésre mentem, és akkor tették úgy hangosan szóvá, hogy hát igazán levághatnák már ezt a füvet is itt. Hát mondtam, hogy azon vagyunk, tudom, hogy próbál a városgondnokság sok mindent megtenni, de valamit tennünk kell. Most, hogy sok eső volt, ismételten szerintem a következő napokban, következő hétre biztos, hogy nagyon meg fog nőni, hogy mit tudunk tenni, hogy elégséges-e az az ember létszám, aki ezzel foglalkozik, de én kérném, hogy találjunk erre valami megoldást, mert tehát nagyon rossz képet fest így a város utcáin ezek az elhagyatott árokrészek, és ott azt hiszem csak ezzel a várra akaszthatóssal tudnak, mert több helyen árok van. Úgyhogy köszönöm szépen. A Hétvezér utca és a Szent Andrási utca sarkán megnézzük, a műszaki iroda, illetve a városgondnokság vezetője fölírtuk magunknak, és akkor itt orvosoljuk ezt a problémát. A fűnyírás valóban az elmúlt két hétben nagyon sok lakossági jelzést kaptunk. A mi közterületeink rendben vannak. Ez mind, sajnos, ahogy képviselő úr mondta, mind elhanyagolt ingatlan. Nem lakják ezeket az ingatlanokat, nagyon nehezen érjük utol a műszaki iroda dolgozói, illetve most már a közterület felügyelő is folyamatosan jelzi ezeket az ingatlanokat. Felszólítjuk a lakosokat, ugye nyilván a helyi rendeletünk rájuk is vonatkozik, tehát amit alkottunk, tehát a rendelet alapján. Ez az ott élő lakosnak lenne a kötelessége és feladata, de valóban a mi jó érzésünket, illetve a mi közérzetünket a rontja és rombolja, és valóban joggal teszik szóvá a lakosok. Ennek a megoldására jelen pillanatban más lehetőségünk nincs, mint az, hogy a városgondnokság dolgozói levágják, csak ugye mennyit és meddig, és miből. Tehát ez a három kérdés van itt, ugye, természetesen erre nem voltunk felkészülve, sem a költségvetésünkben. Ez most már a Magyar utca sarkán és egyéb más területeken megkezdtük. A Zöld Kirenc sarkán is már mi vágtuk le, tehát már megkezdtük. Ezeknek nagyon súlyos ára van, azt azért tudni kell, hogy amikor ezt vágjuk, megpróbáljuk, de ugye a fűnél az a legnagyobb probléma, hogy mire a lakost felkutatjuk és kiértesítjük, akkorra már még 40 centivel magasabb lesz a fű. Tehát ez egy még csak nem is olyan, mint mikor egy illegális kőtörmelék miatt szólítjuk föl, és majd egy hónap múlva elszállítja. Úgyhogy jelen pillanatban más lehetőségünk nincs erre, mint az, hogy a városgondnokság vágja le, de ennek ugye ezt azért még meg kell, hogy vizsgáljuk még jobban, hogy mi lesz az a határ, vagy melyek azok az utcák és területek. Én nem mondom, hogy egy főútvonalon, vagy akár a temető utcájában, de ugye akkor erről majd a képviselőtestületnek egy munka megbeszélésen javaslom, tehát hogy beszélgetnünk kell, tehát át kell gondoljuk, hogy tehát ezeknek az ingatlanoknak a száma az több száz, az elhanyagolt ingatlan száma. Tehát jogos az észrevétel, én magam is látom sajnos, hozzám is eljutnak a lakosok, ahogyan képviselő úrhoz is, és szerintem a többi képviselőhöz is, pláne most a mostani elsős időszak után, úgyhogy a jelzéseket azért mindenképpen minden képviselőtársamat arra kérném, hogy juttassuk el hozzánk, hogy tudja a városgondnokság, vagy a műszaki iroda, tehát tudjuk azt, hogy mely ingatlanoknál van, vagy a közterület felügyelőhöz. Lakosokat is erre kértük, folyamatosan próbáljuk ezt a kiértesítési folyamatot végezni. Sajnos ennek ez a módja. Tehát csak úgy nyilván oda mehetünk, de ugye akkor egy idő után lehet, hogy még több ilyen lesz, tehát hogyha minden lakos helyett vágjuk. De tény, hogy az elhanyagolt ingatlanok száma igen magas. Úgyhogy én a kis türelmet kérnék, és akkor elkezdte a városgondnokság a héten már vágni, az alábbi területek már elkészültek. Igyekszünk legalább azokat, ahol tényleg már a közlekedést, a gyalogos közlekedést, vagy az autós közlekedést, vagy a biztonságos közlekedést veszélyezteti első körben azokat a helyeket megoldani, és utána pedig akkor folyamatosan. Köszönöm. Nem tudom, jó, így köszönöm. Képviselő úr, köszönöm szépen. Szerző Csaba képviselő úr, a szó. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület, hasonló probléma, miért kértem én is szót.
kettő olyan helyet szeretnék megjelölni, ahol bár nem csak fű, hanem bokrok is vannak, és ott a bokrok már gyakorlatilag az úttestre lógnak rá. Ez a Szent László utca 57-es szám előtti ingatlan, illetve a Mátyás király 15-17-es, itt is már az úttestre lógnak a bokrok. Azt szeretném kérni, hogy ha van rá lehetőség, akkor ezek kerüljenek már kiirtásra. Csapadékvízelvezetés miatt szeretnék még interpellálni. Gyóni utcai lakos keresett meg, hogy a 11 és 13-as szám előtt nagyobb esőzések alkalmával megáll a víz, nem folyik el. Azt szeretném kérni, hogy Városgondnokság vizsgálja már meg ezt, és akkor, hogyha lehetőség van rá, akkor oldjuk meg a vízelvezetést is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a két ingatlannál mindenképpen rendezni fogjuk a problémát, mind a bokrok, mind a fű tekintetében. Igen, most az elmúlt héten, az mostani héten, ahogy egy nagyobb mennyiségű csapadék hullott, valóban sok bejelentés érkezett. Én biztatnám a képviselőket, és köszönöm képviselő úrnak a jelzést. Igyekszünk ezeket mind megvizsgálni. Tudjuk, hogy a csapadékvízelvezetés egy nagyobb beavatkozást igényel. Külön megnézzük, hiszen a Gyóni utcai rész nincs is benne most a mostani tervezésünkben sem. Megnézzük, hogy mi lehet itt a probléma, hát ha csak valami egyszerűbb, hanem akkor is mindenképpen megszakértik a Városgondnokság dolgozói műszaki rota vezetői. Köszönjük szépen a jelzést. Kubacsek József képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Kettő közlekedéssel kapcsolatos témával kerestek meg. A egyik lenne a Patakparknak a város felőli oldala. A két híd között, a Páskert híd és a Kápolna híd között az koronatöltésen kétharmadában már vagy le van vágva, vagy le van legeltetve a fű, illetve a gaz, és azt a egyharmadot jó lenne, ha a városunk le tudná vágni. Tehát nem olyan nagy távolság ez, de legalább a fölül le lenne a fű onnan takarítva. A másik pedig a Dérini és a Ágói út kereszteződésénél, ott régebben volt egy csőtörés, azóta ez a ködör be van temetve földdel, egy nagy karó odaütve, és Vasút utca felől a kamionok nem bírnak kifordulni az Ágói útra, mert végül is ez a feltörés, ez belelóg a Dérini utcai aszfalt rétegbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A patak tekintetében az Észak-Magyarországi Vízügyi Szakhatóság kezeli ezt a patakmedret. Elvileg vágják ott a füvet, tehát első körben megpróbáljuk nekik jelezni. Van is itt olyan dolgozó, tehát szoktunk vele személyesen beszélni, hogy hol tart most. Így van, ő az. Úgyhogy mindenképpen első körben vele beszélünk, hogy ez az egyharmad ez ott megoldható lenne, hanem akkor pedig megpróbáljuk mi önerőből ezt elkészíteni, de köszönöm a jelzést, nem tudtam róla. A Dérini Ágói út kereszteződésénél pedig jelezni fogjuk, gyanítom, hogy egy ugyanolyan probléma lehet, igen, mint amit a Csomor János képviselő úr mondott az előbb említett utca kereszteződésében. Sajnos egyre több ilyen bejelentést kapunk a lakosoktól is, személyesen is, telefonon is mindig jelezzük a Heves megyei Vízmű Zrt-nek, összevárják azokat a területeket, azokat a csomópontokat, ahol csőtörés volt. És amikor már ugye az egyik helyen körülbelül 2 hónapja rendezték, akkor körülbelül 2 hónap múlva hozzák rá a töltést, utána bevárják a következőt. Jeleztük már az igazgatóságnak, hogy ez nekünk nem annyira jó, hiszen van úgy, hogy 2-3 hónapig is így van. Újra meg fogjuk tenni, bízom benne, hogy hamarosan ez is rendeződni fog. Köszönöm. Fehér Lászlóné képviselőasszony, a szó. Éppen lakossági megkeresés történt a napokban, hogy most bejött a jó idő, és több család meglátogatta a strandot, jelezték, hogy a gyermekmedencébe az élményelemek elég rossz állapotban vannak, hiányoznak is belőle, hogy ez pótlásra kerül-e, van-e rá lehetőség. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Jó magam is bejártam a strandot, de itt ezen a ponton segítséget kérnék a strand jelenleg üzemeltetője, a Városgondnokság vezetőjétől megszólítanám, hogy nekem ez nem tűnt föl, hogy hiányzik belőle valami, úgyhogy ha hiányzik, akkor kérjük szépen, hogy mi hiányzik belőle. Nyilván pótoljuk, de nekem se jött még ilyen jelzés, úgyhogy utána kell néznem. Tehát én se kaptam még ilyen jelzést. Tehát
kérném, hogyha legközelebb lesz, akkor hamarabb, ha felénk jeleznek, akkor ezt tudjuk pótolni, de én se tudok róla egyébként semmit. Megnézzük mindenképpen. Köszönöm szépen. Igen. Jó, megnézzük, hogy, de nem jel, tehát felénk, és én még nem láttam ilyen jelzést, hogy valahogy beírás lett volna, vagy valami hasonló. Akkor most megszakértjük, és jó. Tájékoztatni fogjuk képviselőasszonyt, hogy akkor mi hiányzik, és mi az, amiben esetleg mi benne. Köszönöm szépen. Pető Judit képviselőasszonyi a szó. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Az első egy kérdés lenne részemről. Érdeklődni szeretnék, hogy az idei évben a Városgondnokság által rendelkezésre bocsátott májusfák iránt volt-e érdeklődés, milyen számban jelentkeztek ezekért lakosok. A másik észrevételem az lenne, hogy a Prohászka utca, különös tekintettel a Balassa és a Kuruc utca közötti szakaszon az út mentén már mély kátyúkkal rendelkezik. Különösen esős időben nem lehet felmérni, hogy milyen mély a kátyú, és veszélyes lehet, ha valaki az útról letérve esetleg szembejövő forgalom miatt ebbe belehalt. Ezt szeretném kérdezni, hogy van-e lehetőség ezt a szakaszt mielőbb feltölteni. A Térbernát utcai kútnál, ivókútnál meglátásom szerint három fiatal fa van, amik nem hajtottak ki, én szerintem ezek valószínűleg elszáradtak. Érdeklődni szeretnék, hogy ezt meg lehetne vizsgálni, illetve majd, hogyha alkalmas időszak lesz erre, akkor lehetne pótolni. És korábbi testületi ülésen volt egy interpellációm a Virágház előtti útszakasszal kapcsolatban, ami mozgássérültek számára fontos lenne, hogy szabadon legyen tartva, és szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban sikerült-e esetleg forgalomtechnikai szempontból megvizsgálni az ügyet, hogy milyen lehetőségeink vannak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A májusfákkal kapcsolatban átadom a szót Városgondnokság vezetőjének. Közel hasonló igény jelentkezett idén is a májusfára, mint a tavalyi évben, tehát egy 30-40 közötti jelentkező volt, nagy részét el is vitték a megadott időpontba, egy részéjé nem jöttek, de azokat kipakoltuk az ajtó elé, és utána is láttuk, hogy még fogyott belőle, tehát aki akart, azt tudott vinni, úgyhogy többet is hoztunk, volt, aki nem is jelezte, és úgy vitt el, úgyhogy ez az igény idén is megvolt rá. Köszönöm szépen. A Balassa-Kuruc-Prohászka csomóponton azt gondolom, hogy azon a területen megoldható a patkázás, tehát azt a Városgondnokság dolgozói elkészítik. Továbbá megvizsgáljuk a három fát, hogy vajon végleg kiszáradt-e, tudunk-e még nekik esélyt adni, vagy pedig akkor a pótlásukat biztosítani fogjuk. A Virágház előtti útszakaszt megszakértettük. A jelenlegi felosztás szerint, ugye a piacfelújítás miatt ott ugye új területeket jelöltünk ki az elmúlt testületi ülésen, emlékszünk, tehát bevontunk területeket, és nem vontunk be piaci árusításra területeket, ezért megváltozott ott a közlekedés rendje nem, de a felosztási szakasz, és a piacfelújításnál, mivel parkoló kialakítására is sor kerül, ezért mindenképpen arra jutottunk, hogy célszerű lenne azzal együtt átgondolni. Tehát ugye ott az egész meg fog változni, hogyha a piacfelújítási pályázatot megnyerjük, tehát célszerű azzal együtt gondolkodni, mert ott új parkolók is kerülnek kialakításra, és a régi parkolók is új helyre, és ugye az a bizonyos járdaszakasz, az is ott megváltozhat. Úgyhogy a képviselőasszony türelmét kérnénk még egy kicsit, hogy jelen formájában nem célszerű addig, amíg nem látjuk, hogy ez a beruházás során hogyan alakul ott a parkolás és a többi, tehát a munkaterület hogyan alakul. Utána viszont mindenképpen prioritást élvez az, hogy ott a mozgássérült parkolást biztosítsuk. Egy kérdést szeretném. Ha nem is lehet kijelölni mozgássérültek részére esetleg olyan tábla, ami tiltja azon a pici szakaszon jelenleg is a parkolást, olyanra lenne lehetőség? Szerintem Arra biztos van, de megnézzük, azzal nem foglalkoztunk, tehát hogy azt a pici szakaszt tiltsuk meg, hogy parkolni lehet? Hát az alapvető probléma az, hogy jelenleg ott nem tudnak átjárni mozgássérültek, ha valaki oda parkol. Tehát ez volt a kiindulási pont, amivel engem megkerestek. Nem a folyóka miatt? Igen, igen.
lezárja. Hogy ott a folyótra miatt egy olyan mérés van, amin keresztül nem tud a mozgássérült járművel áthaladni, csak ezen az oldalsó részen, és ha ezt találják, akkor nagy kerülővel tud egyenesen áthaladni. Mondják itt a képviselőtársaim, hogy a folyókára rácsot tenni. Megnézzük akkor. Akkor most megnézzük idéglenesen, hogy hogyan tudnánk ezen. Azt gondolom, hogy még a felfestés vagy a parkolási rend megváltoztatása nem hozna eredményt. Tehát ott beavatkozás szükséges, tehát attól még a folyókán nem tudnának keresztül menni. Tehát az a gond ezzel. Tehát ott értem, tehát a belső oldalon. Megnézzük, megvizsgáljuk akkor a folyókát, hogy azon egy ilyen szakaszt, ami szintbe hozná a területet. Igen, az is megoldás. Igen, jó, mindenképpen. Köszönöm jó. Szépen. Köszönöm szépen. Gonda Csaba képviselő úré a szó. Tiszteletben köszöntök én is minden megjelentet. Alkotmány utcából kerestek meg lakók, hogy a 24, 26, 28-as számú házak lakatlanná váltak. Ők úgy látják, hogy tudunk erről valami információt begyűjteni, hogy mi lesz ezeknek a házaknak a sorsa, hogy van-e itt esetleg valami banki terhelés, vagy gyakorlatilag itt a lakók azt fogalmazták meg, hogy azt szeretnék, hogyha esetleg a város megvásárolná. Mert hát elég, nagyon-nagyon fel vannak most lélegezve, hogy mióta itt van egy kis... Elköltöztek innen gyakorlatilag. Ez lett volna az első, a második. A Weekend telep és a város határán a Lomb utcában 3 vagy 4 elég méretes kátyú van, ami biciklivel, ha belemennek, akkor és ilyen alattomos kátyú, tehát ilyen nagyon mély. Annak a megjavítására kérném a városgondnokságot. Jászberényi út, Vámosgyörgyi út, ezt minden alkalommal elmondom, le van szakadva a jobb oldal, hogy jelezzünk már a közútkezelőnek. Akkor amik itt elhangzott a kerülő képviselőtársaimtól interpellációban, ezek gyakorlatilag városgondnokságnál vagy a városbejárásnál ezeket a dolgokat, mindegyiket észleltük, rögzítettük is, úgyhogy ezeket a dolgokat valószínűleg betartatással volna a probléma. Tehát itt is egy probléma most a Körösi Csoma Sándor utca, Vörös Marti Mihály utca, ott is van egy ugyanilyen, szerintem ott egyébként lehetséges, hogy lakik valaki. Úgy néz ki, mintha nem laknak senki, de teljesen a bokor, az teljesen az járdán el se lehet menni, úgy ki van nőve. Buszmegállóval kapcsolatban is minden alkalommal többen megkeresnek, hogy életveszélyes, meg nem tud a busz leparkolni, hanem kint áll meg. És akkor még utoljára pedig a Kisfaludy utcának a vízelvezetése, hogy az is állandó probléma. Nem csak ekkor esőnél, mint most, hanem egy kisebb esőnél is. Ott gyakorlatilag Bíró Zsoltiéknál ott úszik minden állandóan. Kisebb esőnél is. Úgyhogy ennyire tudok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az Alkotmány utca 24, 26, 28 közül kérdezem műszaki irodavezető asszonyt, van-e valamelyik a tulajdonunkban jelenleg? Nincs. Tudok esetleg tenni, hogy a tulajdonlapokat teljesen le tudjuk kérni, és meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen állapotban, illetve kinek a tulajdona. Testületi döntés alapján tudunk elindulni olyan irányba, hogy esetlegesen ezeket megvásároljuk. De utána járunk, hogy most látom, pont megnéztem, tehát ténylegesen 3 olyan ingatlan, ami hát nem egészen jó állapotban van. Megnézzük, hogy lehet-e ebben lépni, és akkor testület felé referálunk. Tájékoztatjuk a testületet, hogy akkor hogyan tovább. Egyébként mind a 3 ingatlanon jártunk kint személyesen, tehát valóban indokolt a lakosoknak a bejelentése, de már azóta fölmerült, hogy vajon van-e valami köztes állapot, valami köztes út. Nagyon-nagyon nehéz az, amikor a tulajdonost nem érjük el, és nem reagál rá, és nem intézkedik, és ugye, hát ha behatolunk, akkor magánlaksértést követünk el, úgyhogy nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű, de igen, ott felhalmozott szemét is van, tehát a kormányhivatal felé megtettük a jelzést, tehát nem kizárt, hogy valamilyen úton, módon az ingatlanok rendeződni látszódnak, és azt pedig műszaki irodavezető asszony vázolta, hogy az ingatlanok megvásárlásáról pedig csak a képviselőtestület dönthet, tehát testületi hatáskör, hogyha esetleg ilyen irányban is gondolkodunk a jövőben. De lehet, tehát jogunk van hozzá.
A Lomb utca 3-nál mindenképpen a kátyúkat megnézzük, és akkor hamarosan úgyis a Városgondnokság majd kátyúzni fog, akkor ez kijavításra kerül. Folyamatosan jelezzük, és hát nem csak a Jászberényi és a Vámosgyörgyi út kátyújait, hanem a település KPMS útjainak, amit ugye már lassan kívülről tudunk, hogy hol van felgyűrődve az út. Folyamatosan jelezzük a közútkezelő felé. Jelen pillanatban még mindig ugyanazt a választ kapjuk, hogy nincs erre anyagi keretük, hogy ezt elkészítsék. Nagyon-nagyon szomorú, és nagyon-nagyon sajnáljuk. A két utcát fölírtam azon utcák közé, a Kőrösi Vörösmarty sarkán, ahol intézkedés szükséges. Valóban a buszmegállónál lévő parkolásról nagyon-nagyon sokat beszélünk. Ugye, ahogyan említettem a képviselőtestületnek, jelen pillanatban ebben a buszmegállóban, ebben az öbölben nem lehet a kressz szerint megállni. Tehát az, aki most ott jelen pillanatban megáll személyi autóval, az szabálytalanságot követ el. Tehát azt az információt kaptuk, hogy igazából ezt lehetne büntetni, tehát rendőr büntetheti, de az önkormányzat nem vétett hibát, tehát most még föl is festhetünk rá sok-sok jelzést, hogy megállni tilos, tehát itt most így is megállni tilos. Tehát, hogy itt most az szabálysértés, tehát a követ el, aki a megszegi a kressz szabályt, aki most ott megáll sajnos. Úgyhogy külön táblázás sem szükséges, tehát azzal kapcsolatban még esetleg a buszmegálló táblát erre az oldalra is kitetethetjük, ha valaki úgy összességében még ezt így nem érzi rá vonatkozónak, de egyéb tiltó tábla nem indokolt. De azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a tiltó táblával előbbre jutnánk. Hiszen aki ott most megáll, az valószínű tisztában van azzal, hogy szabálytalanul parkol egy buszmegállóban a buszok helyén, és hát ott természetesen többször előfordul az, hogy nem megfelelő. A rendőrparancsnok úrral újra fölveszem a kapcsolatot, beszéltünk már erről, újra beszélek a parancsnok úrral, és akkor megpróbáljuk ezt egy más irányból orvosolni, tehát mi, mint önkormányzat, még ezeket tehetjük meg, hogy visszatartó ereje lenne, ez megint a képviselőtestület döntése, hogy felfestésre kerüljön-e, de ugye egy buszmegállóban nem akármit lehet csak úgy felfestegetni egy önkormányzatnak, mert ugye a volán kezeli ezt a buszmegállót, tehát nem olyan egyszerű ez a kérdés. De teljesen egyértelmű, hogy sokat foglalkozunk vele. A Kisfaludi utca vízelvezetése, hát ugye most a szerdai este, hogyha képviselőtársaimmal együtt, vagy képviselőtársaim is járták a várost, akkor a Kisfaludi utca mellett gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy még vagy 10-20-30-40 utcában ugyanezt tapasztaltuk. A Kuruc utca, Virág Benedek utca, Prohászka, Hunyadi, Deák Ferenc utca. Ezen az éjjelen ugye 4 szivattyú ment körülbelül közel 7 óra hosszán keresztül, tehát a tűzoltók munkáját ezúton is szeretném nagy tisztelettel megköszönni, akik este 9 órától hajnalig szivattyúzták azokon a pontokon át a vizet, illetve be kellett kapcsolni ezen az éjjelen az átemelő szivattyút is, hogy ez a vízmennyiség reggelre apadjon, és a lakosok tudják használni a közutat. Tehát itt ugye a Kisfaludi utca is pontosan ugyanígy megoldásra vár. A Kisfaludi utcával ugyanúgy, mint a Gyóni utcával azt gondolom külön kell foglalkozni, mert az említett terület, az általam előbb említett terület, az pont benne van abban a pályázati anyagunkban, ugye, amiről ma fogunk dönteni és szavazni, és talán, de ugye a Kisfaludi utcánál ott egy kicsit összetettebb és bonyolultabb a probléma, de hallgassuk meg műszaki irodavezető asszonyt, aki ezt már körbejárta egy kicsit. Igen, ott már a Városgondnokságunkkal is megtaláltuk azt a helyet, ahol esetlegesen el lehet vezetni a vizet. Itt már elkészült egy olyan terv, ami az út rendezését tartalmazta, és párhuzamosan készül, tervezővel feltük a kapcsolatot, és a héten, jövő hét elejére ígérte, hogy ki fog jönni helyszínszemlével, egy bekötött megbeszélést tartunk vele, hogy hogyan lehet megoldani a vízelvezetést. Az utca ilyen szempontból nem egy szerencsés elhelyezkedésű, tehát nincs hely.
úgyhogy valószínű egy drasztikusabb beavatkozásra lesz majd szükség, tehát az út felbontásával, egy zárt rendszer kiépítésével, és részben az utca közepén van egy delenka, ahol el tudnánk vezetni a vizet, vagy egy zárt csatornak egészen a Gyöngyöspatakig, illetve vagy ide átkötjük, amennyire engedi a terep viszony. A rendőrség előtti ott egy kiépített fogadó van, ami átvinne a vizét egészen ugyanúgy a Bajcsig, illetve a Kisfaludin át irányítva, tehát elvileg megoldható. A tervek, ha elkészülnek, akkor mind a kettőt egyébként, tehát az út és a víz elvezetése ilyen formában megoldható, és a Kisföldi utca megújul ezen szakaszon is. Úgyhogy ennyit akartam csak. Köszönöm. További kérdésvélemény. Farkas Szilvia képviselő asszonyi a szó. Tisztelt polgármester, aztán képviselőtársai, tisztelt megjelentek. Az én interpellációs kérdésem, vagy kérésem valójában a későbbiekre vonatkozik a lomtalanítás kapcsán. De a múlt hét végén volt városunkban a lomtalanítás, és személyes tapasztalat, illetve hát lakosok is kerestek meg olyan kéréssel, hogy ennek a szervezése megoldható-e valamilyen más formában, ugyanis többen tapasztalták azt, hogy a városban több, ami igazából a lomtalanítás egy nagyon üdvözlendő és nagyon hasznos folyamat, tevékenység. Viszont a péntek délután kihelyezett hulladéktárgyakat összetúrva, föltúrva találták a házak előtt, ami ugye sokak számára sérelmes. És sok hulladék későbbiekben megtalálható volt, akár az udvarokon, akár pedig külterületen. Ugye ez a számunkra, a város számára, illetve a környezetvédelmi szempontokból is erősen aggályos. Ugye ennek a szervezésére van-e esetleg valami más mód? Vagy van-e más jellegű városokban más jellegű tapasztalat, hogy hogyan lehetne ezt szervezni? És ezt a problémát valahogyan kiküszöbölni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Más városokban is ugyanez a tapasztalat. Tehát erre azt gondolom, hogy amióta lomtalanítás létezik, még nem találtak ki jobb módszert, egyszerűen kiteszi a lakos. Most ugye, hogy megkérhetjük a lakosságot, hogy aznap tegye ki, de nem várható el. Tehát ezt így nem szabályozhatjuk a lakosnak, hogy csak a lomtalanítás reggelén rakhatott ki a hulladékot, vagy rakhatja ki a hulladékot. Na most ugye, hogyha a lomtalanított tárgyakat előbb kirakja, azt gondolom, hogy maximum, amit mi tehetünk, és megengedi minden, hogy azonnal az éjjelen, vagy az a baj, hogy már ugye már körülbelül 2-3 nappal ezelőtt elkezdődik, tehát 2-3 nappal előtte fokozott polgárőrökkel, fokozottabban ellenőrizni rendőrséggel, de igazából azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy azon kívül, hogy szépen megkérjük, akik pont ezeket a lomokat pakolgatják, szépen megkérjük, hogy van-e ott egyéb más lehetőségünk. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon látványos probléma volt. Én szerintem minden évben, tehát 5 éve is, 10 éve is, 15 évvel ezelőtt is, ezt minden évben széthúzzák. Nagyon nagy bosszúságot okoz az ott élő embernek, aki nagyon gondosan, nagyon szépen összekötözve zsákokba kihelyezi, és ebbe sok energiát és munkát fektet, és utána széttépik, széthúzzák, és gyakorlatilag nagyobb kárt csinálnak vele, és fújja a szél. Teljesen jogos képviselőasszonynak és a lakosságnak is az észrevétel, ezt jó magam is tapasztaltam. Azt gondolom, hogy ennek ellenére még gondolkodhatunk a következő lomtalanítás megszervezésén. Most így az utcák bejárása, még az is nagyon elképzelhetetlen. Nem tudom, hogy hány embernek kellene az utcákat járni, hogy pont elérjük azt, hogy jó, vigye el ezt a két valamit, de hagyja ott rendben. És akkor állunk fölötte, megvárjuk, hogy rendben hagyja. Tehát ez egy eléggé érdekes helyzetet szül maga után, de tény, hogy igen, utána napokig a városgondnokság dolgozói azt gondolom, hogy egyfolytában ezeket a lomokat, illetve a maradványokat takarították el, és hát a lakosok is kénytelenek voltak ugye a saját ingatlanok előtt ezt rendezni. Gondolkodjunk még rajta, lehet, hogy majd mi leszünk az az önkormányzat, aki kitalálja a legnagyobb átütő ötletet a lomtalanításra, lehet, hogy már képviselő úrnak megvan az ötlete. Át is adom a szót képviselő úrnak. Nem az ötletem, hanem szeretném megosztani veled, hogy 15 évvel ezelőtt is tapasztaltam ilyet. Akkoriban még az volt a gyakorlat, hogy a
fém hulladékot is kirakták. És ebből az jó is volt, a gyerekek mentek is érte, csak utána voltak, akik nagyobbak voltak, mint a gyermekek, és ebből ilyen villás, vasvillás akció történt. Eljutottunk a rendőrségig, Német András jegyző úr próbált mindent megtenni, mert ugye szombat, éjszaka már jönnek kis kocsikkal, teherkocsikkal, utánfutókkal, és hát nem tudtunk semmilyen megoldást találni. Azt javasolták, hogy igazoltassuk őket rendszeresen, és hát ha valamit találunk a piros színű Lada után, vagy akár ilyen rossz után fut, azzal tudunk bármit. Sajnos 15 év eltelt azóta is így van. Nekem volt most ennek a gyűjtés kapcsán pont a szemben lévő szomszédomnál ilyen probléma. Megálltak többen ott a sarkon, és oda mentem, próbáltam nekik szólni. Hát ők többen voltak, 4-5-en voltak, és nekem kellett eljönni, megvallom őszintén. Azt mondta, hogy ki van rakva, ez ahol hulladék gyűjtés van a világon, még Budapesten a Rákóczi úton is, ők oda is felszoktak menni, és amikor kirakják az út, azt is elviszik meg egymástól is. Tehát így tértem most is vissza, de 15 évvel ezelőtt se tudtunk. Annyit értünk el, hogy a vas hulladék gyűjtés kapcsán azt mondtuk a kedves szülőknek, hogy tartsa otthon, és majd a gyermekeket elengedjük, és kis kocsival. De teljesen egyet értek veled, ez áldatlan állapot, és nem tudsz vele mit tenni, tehát ki vannak rakva. Az, hogy most nem reggel, ugye itt is szóba került az, de reggel ő már 6 órakor azt mondta, hogy munkába kezd, tehát ő éjszak késő este kiviszi, és valóban így, ahogy mondtad, képviselőtársam, este 10 órától már megindul a kocsik utánfutók hadjárata, és szó szerint szétszórják. Széttúrták itt is adót, és ami nem kell nekik, azt ott hagyják. De most se tudtam dőlőre jutni. Még ők mondták, hogy ne próbáljam őket megfenyegetni, mert erre nekik jogosítványuk van, ahol kirakják a hulladékot, ők szabályosan azt elvihetik. A zsiguliuk is rendben van, meg az utánfutójuk is, ez volt a válaszuk. Sajnos nehéz ellenük tenni, sajnos. Egyet értek veled. Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény. Pető Judit képviselő asszony a szó. Köszönöm szépen. Ehhez a témához szeretnék csatlakozni én is. Lakossági jelzést kaptam a lomtalanítás kapcsán, hogy a Dózsa-György utcában nem ment be a szemétszállító autó, és ez sajnos nem most volt az első eset, ez már korábbi lomtalanítás alkalmával is előfordult. Ez csak szintén a következő lomtalanításra való tekintettel szerettem volna jelezni, hogy esetleg valamilyen egyeztetést kifejezetten ennek az utcának a kapcsán majd a szemétszállító céggel érdemes lesz kezdeményezni, hogy hogyan tudnánk ezt megoldani másképp, hogy ne maradjanak ott a lomok. Sajnos nem csak a Dózsa-György utcában nem ment be, tehát volt még utca, ahonnan jelzést kaptunk. Mindenképpen egy sokkal-sokkal jobban oda fognak figyelni. Megpróbáljuk még egyszer, hogyha ilyen történne, úgyhogy szomorúak is voltunk, igen, lakosok jelezték, hogy egész nap nem ment be. Van még egy pár utca sajnos, de jeleztük a szolgáltató felé, és később elszállításra került, még a közterületfelügyelünk is talált olyan területeket, beszélt lakosokkal, azt is írásban és telefonon is jeleztük, és elszállításra kerülnek folyamatosan. Köszönjük szépen a jelzést. Van-e további kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor kérdezem a képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e az interpellációs kérdéseikre adott válaszokat. Igen. Jó. És tisztelettel kérdezem, hogy az interpellációs időszak lezárásaként, tehát aki megerősíti, hogy a polgármesteri válaszokat elfogadja, azt kérem szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta az interpellációs kérdésekre adott válaszokat. Első napi rendi pontunk beszámoló a két ülés között végzett munkáról. A két ülés között végzett munkáról írásban igyekeztem részletesen a képviselőtársaimnak beszámolni. Egy-két olyan dolgot emelnék csak ki, amelyről azt gondolom, hogy érdemes beszélni. Sajnos az Aktív Magyarország által kiírt pályázatunkon, a futókör pályázaton nem nyertünk. Ez várható volt, tisztában voltunk vele, hiszen a
Bringa Park területére, jelenlegi területére terveztük ezt a futókört, és a terveinkben ugye egy 400 méteres futókört volt, ami biztonságosan és nagyon-nagyon-nagyon jó szakmai paraméterekkel megvalósítható. Sajnos erre a pályázatra nem nyújthattuk be, csak 600 méterrel, képviselőtársaimat tájékoztattam már erről, és sokat gondolkodtunk rajta. Nem tudtuk kivitelezni csak több kanyar beiktatásával, ami azonban az a szakembereknek, akik bírálták, nem felelt meg. Áttekintettük a műszaki iroda dolgozóival, a tervezővel is áttekintettük, nem tartottuk szerencsésnek sem, és kivitelezhetőnek sem azt, hogy kivigyük közterületre. Tehát annyi lakossági autóbejárón ment volna keresztül, és olyan szinten tudtuk volna onnan kivinni, hogy 600 méter vagy 1000 méter is lehetett volna, amely nem volt vállalható. A képviselőtestület munkamegbeszélésen javasolta, hogy mindenképpen az erre maradt 20 millió forintos összeget próbáljuk meg majd árajánlat bekérésével megvizsgálni, hogy a 20 millió forintos önrészünk a 400 méterre elegendő lesz-e. Ez folyamatban van. Műszaki iroda vezetőasszony kiküldte az árajánlat bekérőket. Meg fogjuk nézni, és a testület elé hozom, miután látni fogjuk, hogy a 20 millió forintból önerőből a 400 méteres futókör megvalósítható lesz-e. Megkaptuk a torbadülőre a használati forgalomba helyezési engedélyt. Én azt gondolom, hogy most már ez a terület érvényes engedéllyel rendelkezik. Folyamatban van az átadó ünnepség szervezése is, és jelenleg a jelenlegi táblákkal, a jelenlegi funkciójával külterületi útként használható ez a terület. A piac közbeszerzési eljárása hamarosan zárul, még a végső összegző dokumentumot nem kaptuk meg. Kiírásra került az energetikai pályázat, és a további két pályázatunknak a közbeszerzési eljárása is folyamatban van. Ebben az időszakban megnyílt a strandfürdő, a képviselőtestület strandrendeletet előtte módosította, ezt már most nem ismertetném, azokkal a paraméterekkel, azokkal az árakkal, ahogyan a képviselőtestület elfogadta, megszavazta, és azokkal a kedvezményekkel vehetik a lakosok igénybe a helyi strandot. Megtörtént az óvodai beiratkozás, bízunk benne, hogy a jól sikerült nyílt nap és a tájékoztató szülői értekezlet után egy sikeres évkezdéshez fogunk majd kezdeni. A nyári karbantartási munkálatokat már munkaértekezleten az intézményvezetőkkel egyeztettük. Minden intézményünkben, óvodában, bölcsödében, gondozási központban mindenütt ezek folyamatosan megkezdődtek. A nagyon nagy részét a városgondnokság dolgozói végzik, tehát megpróbáljuk önerőből ezeket a munkálatokat elvégezni mindenhol, ahol szükséges lesz, ott természetesen külső szakember bevonását is eszközölnünk kell. Ahogyan tájékoztattam a bizottsággyűlésen a képviselőket, a gáztalanító beszerzése, illetve beépítésére egy újabb szakember csapat jelentkezett, akik pontosan a tegnapi napon jártak a helyszínen. Még egy szakmai bejárásra lesz szükség egy gépésszel, és bízunk benne, hogy most már sikerül a gáztalanító megvalósítása is. Nagyon-nagyon sok rendezvényünk volt ebben a hónapban, én már most ezt így végig nem sorolnám. Azt gondolom, hogy minden rendezvényünkről megállapíthatjuk, hogy jól sikerült. Kiemelném azért az önkormányzati rendezvényt, a május 1-i rendezvényt, amelyet ezúton köszönök a rendezvény szervezőinek, illetve kiemelném a Jászbált is, ami egy váratlan feladat volt. Itt köszönöm meg a képviselőtestület támogatását, azt, hogy ezt váratlanul beemeltük a rendezvénytervünkbe és a költségvetésünkbe. Én még teljesen végső számadatokkal nem rendelkezem. Pénzügyi iroda vezető asszony folyamatosan összegzi, hogy mennyi lesz a kiadás, illetve a bevétel mérlege, az adomány mérlege. Amint a végső számok meg lesznek, tájékoztatni fogom a közvéleményt is, illetve a testületet is arról, hogy miként alakult. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép cél érdekében történt ez a kezdeményezés, és bízom benne, hogy eredményes is lesz. Az elmúlt időszakban a képviselőtestület által már megtárgyalt okoszebra témakörben tárgyaltam szakemberrel,
képviselőasszony többször jelezte, hogy önerőből arról tájékoztatnám a képviselőket, hogy jelenleg ez egy ilyen 4,4 millió, egy a legeslegolcsóbb okoszebra. Van egy olyan lehetőség, hogy ha pályázunk egy generali biztosítós pályázatra, akkor minden településnek az első okoszebrájának az 50%-át a generali biztosító, hogyha megnyerjük, többnyire a települések azért jó eséllyel indulnak. Fizeti tehát ez egy ilyen 2,2 milliós az első okoszebra egy ilyen pályázati támogatással. Ezt csak tájékoztatásul szerettem volna elmondani, hogy ez irányban árajánlatokat bekérve, illetve személyes konzultáció után. Jól sikerült a képviselőtestülettel ugye április 28-án a szakmai tanulmányút Noszvajon, ahol a közvéleményt is tájékoztatjuk, hogy a meseutat személyesen is megtekintettük. Véleményünk továbbra is töretlen, tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog. A hölgyel azóta fölvettük a kapcsolatot, aki ezt intézi. Menet közben alapítvánnyá váltak, tehát azóta, mióta ott jártunk, úgyhogy egy más jellegű szerződést tudunk majd velük kötni, és már a szakértő csapat majd készül arra, hogy megérkeznek, és felmérik azt a lehetőséget, hogy Jászárokszállás városában miként tudna ez a meseút megvalósulni. Ennek most úgy gondoltuk, hogy technikai és egyéb más akadálya nincs. Az elmúlt hónapban a képviselőtestület tagjai nagyon sok alkalommal megkerestek, lakossági bejelentésekkel és egyéb más kérdéssel. Én ezúton köszönöm ezt az együttműködést. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon hasznos, mikor itt a képviselőtestületi ülésen ezeket a dolgokat átbeszéljük, de kiemelten hasznos az, amikor telefonon vagy személyesen is továbbítják, és azonnal is tudunk már segítséget nyújtani a lakosoknak. Én tisztelettel kérem a két ülés közti beszámolóm megtárgyalását, illetve várom a kérdéseket és ennek elfogadását. Tisztelettel köszönöm. Van-e valakinek a két ülés közti beszámolóval kapcsolatban kérdése, véleménye? Képviselő úr. Köszönöm szépen, képviselőtársak, tisztelt érdeklődő polgárok. Nem kérdésem, egy véleményt szeretnék átadni. Megígértem az idősek otthonában anyák napi rendezvényen vettem részt, és kértek a jelenlévők, vezetőasszony helyettes itt van épp most közöttünk, hogy mondjam el, hogy nagyon nagy tisztelettel, szeretettel megköszönték, hogy a Nemodánét oda helyeztük át a munkájával kapcsolatban is, és azt mondták, hogy ez számukra egy nagyon-nagyon jó és pozitív dolog volt, hogy a képviselőtestület úgy döntött, hogy oda helyeztük őt a gondozási központhoz. A polgármester asszonynak akkor jeleztem, hogy tehát utána így szóltak erről, és megígértem nekik, hogy képviselőtestület ülésen tolmácsolom a képviselőtársaim irányába, hogy köszönjük szépen ez irányú döntésünket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és jó egészséget kívánunk minden dolgozónak. Van-e további kérdés, vélemény, észrevétel? Ha nincs, akkor aki a beszámoló a két ülés közti munkámról című napirendi pontban elhangzottakat elfogadja, illetve az előterjesztésben szereplőket elfogadja, kérem szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk beszámoló az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról. Elkészült Jászárokszállás város önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet, az úgynevezett 2022. évi zárszámadás. A mellékletben, illetve az előterjesztésben szereplő igen nagy anyag nyilván a vonatkozó jogszabályok szerint szerkesztett módon, illetve a jogszabályok szerinti tartalommal készült el. Betartva a jogszabályszerkesztésről előírtakat, illetve a jegyző irányításával. A beszámoló szorosan alkalmazkodik, illetve figyelembe veszi a költségvetési rendeletünket, a 2022. évi költségvetés rendeletet. A beszámoló kiterjed a város összes intézményére,
és ugye a költségvetési rendeletben meghatározott szabályok szerint került összeállításra. A beszámolót készítette Szabóné Hegedű Zsuzsanna, a pénzügyi iroda vezetője, ezúton is tisztelettel köszönöm alapos és igen-igen részletes munkáját. Ahogyan már említettem, az intézményeink mellett még számos területet érint a beszámoló, kiemelten ugye a roma nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos dolgokat, illetve a költségvetési könyvezetést, a pénzügyi könyvezetést. Ennek részeként felsorolásra kerültek, ahogy képviselőtársaim megismerkedtek vele a bevételi oldal, a bevétel teljesítése, illetve a kiadási oldal, tehát a költségvetési kiadások. Bemutatásra kerültek, mindezek mellett a részletes bemutatásra került az évi ellenőrzések, melyek ebben az évben két területre vonatkoztak. Egyrészt a belső ellenőri feladatok, mely a Városi Óvoda és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozott, a másik pedig ugye az önkormányzati Magyar Államkincstár által végzett vizsgálatok. Mindegyiknél megállapítható, hogy a feltárt hiányosságok pótlása folyamatban van, és semmilyen olyan hibát nem tartalmaznak, amely jelentősen eltérne, illetve a költségvetésről megbízható és valós képet mutatott minden vizsgálat. Az alapítványok munkája is részletesen bemutatásra került. Összességében egy város életében a költségvetési rendelet, illetve a zárszámadás, ami ugye itt végül is számot adunk a 2022. évi költségvetés teljesítéséről, egy nagyon-nagyon nagy eredmény. Én úgy gondolom, hogy a 2022. évnél tisztában vagyunk a számokkal, azt, hogy mennyivel fordultunk ugye a 22-23. Évnél, én már most ezt nem ismertetném részletesen. Azt gondolom, hogy törekedtünk arra 2022-ben is, tehát a képviselőtestület és az önkormányzat, hogy mindenképpen tartalékot képezzünk, illetve maradványkerettel fordultunk. Nagyon fontos volt ebben az évben is két dolog, ami azt gondolom, hogy idén is kitűztük célul, hogy a kötelező és az önként vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítsük. Nagyon sok önként vállalt feladatunk volt 2022-ben is. Ebben az évben, a 2022-es évben figyelembe kellett venni nagyon sok mindent. Volt egy választás, ugyanakkor volt egy másik választás, tehát ha azt nézzük, akkor két választás, energiaválság, háború, de még a Covid hatását is tavasszal éreztük. A költségvetési rendeletet többször módosítanunk kellett. Én úgy gondolom, hogy mindig a szükséges lépéseket a képviselőtestület felelősségteljesen megtettük. Ahol szükséges volt, átcsoportosítottuk a költségeket, amikor úgy éreztük, hogy kicsit takarékosabban kell, kicsit odafigyelve, akkor bizony voltak dolgok, amiket a tavalyi évben elengedtünk. Volt olyan, amikor azt mondtuk, hogy talán nem valósítjuk meg. Ennek ellenére egy nagyon-nagyon eredményes év volt a 2022-es év. Pályázataink közül ugye a legnagyobb megvalósított pályázat a 122 millió forintos közútfejlesztési pályázat a kormányzati támogatással, illetve 90%-ig elmondhatjuk, hogy a torbagyűlő kivitelezése is a valójában 2022-ben teljesült, csak ugye pénzügyileg, illetve a szakmai ellenőrzés és a végszámla kifizetés az 2023-ban valósult meg. Azt gondolom, hogy ennek a sikerét, illetve a város biztonságos működését mindenképpen a 139 dolgozónak elsősorban meg kell köszönjük, minden városi intézmény vezetőjének, illetve azoknak a dolgozóinknak, akik egész évben a város működésért dolgoznak. Itt kiemelten még megköszönném jegyzőasszonynak, illetve pénzügyi iroda vezető asszonynak a költségvetési rendelet, a zárszámadás és egyéb más a belső ellenőrzések koordinálásánál azt a feladatot, amit egész évben elláttak, és azt a lelkiismeretes munkát, mellyel mindig szem előtt tartva a város biztonságos működését biztosították. Köszönöm iroda vezető asszonyoknak is, a jegyzőasszonynak is, illetve az irodák dolgozóinak, kiemelten a pénzügyi iroda dolgozóinak, hogy a zárszámadás, költségvetés, illetve minden ilyen pénzügyi kérdésben maximálisan helytállnak és odafigyelnek. És nem utolsó sorban szeretném megköszönni képviselőtársaimnak, a képviselőtestületnek, akik
azt gondolom, hogy egész évben mindig átgondoltan, ha kellett, akkor 4 munkamegbeszéléssel, ha kellett, akkor váratlan időpontban, ha kellett, akkor telefonon, ha kellett, akkor bárhogy, de mindig a város érdekeit, a lakosság érdekeit szem előtt tartva, konstruktívan, kompromisszumkészen próbáltak együttműködni, és legfontosabbnak azt gondolom, hogy végig azt tartották, és azt tartottuk, hogy a közérdek ne sérüljön, és mindig a város érdekét tartottuk szem előtt. Én tisztelettel kérem a zárszámadási anyag a rendelettervezet megvitatását, illetve kérdések, véleményeket, de még mielőtt ezt megtennénk, tisztelettel kérem a pénzügyi iroda vezető asszonyt, hogy a könyvvizsgálói eredményt ismertesse a képviselőtestület tagjaival. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Minden képviselő megkapta a könyvvizsgálónak a részletes jelentését, én csak a véleményét, az összegző véleményét szeretném felolvasni. Véleményünk szerint Jászárokszállás Város Önkormányzat 2022. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információ minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek és az államháztartásról szóló törvénynek megfelelően a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteliről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre. És ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendelet alkotásra alkalmas. Tisztelettel képviselőtársaim, mi a szó? Pénzügyi bizottság tárgyalta? Így van. A zárszámadási rendelettervezetet megismerve bizottságunk megtárgyalta és egyhangulag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Nagyon szépen köszönöm. Oktatási bizottság tárgyalta. És mi is egyhangulag elfogadásra javasoltuk. Szeretném megerősíteni, amit ott elmondtam, most is úgy érzem, hogy a 2022 évi költségvetés valóban így van, mint ahogyan polgármester asszonytól is hallhattuk, illetve ugye a könyvvizsgáló jelentésből is, hogy egy sikeres évet zártak. Örvendetes, hogy minden kötelező és vállalt feladatot maradéktalanul sikerült teljesíteni, megfelelő tartalékot is képzett a költségvetésünk, és az is örvendetes, hogy a pályázatokhoz mindig sikerült az önrészt biztosítani, és az meg különösképpen, hogy a kincstári ellenőrzés kapcsán gyakorlatilag, amiről olvashattunk a több oldalas jelentésekből, technikai jellegűek, amelyek a szabályzatokhoz kapcsolódóak, abból adódóan, hogy az elmúlt időszakban jól tudjuk, hogy mennyi központi szabály, rendelet, törvényváltozás, amely kapcsán mindig hozzá kell igazítani a szabályzatainkat, ügyvitel kapcsán, költségvetésünk gazdálkodási kapcsán pedig megerősíti nyert, hogy valós képet tártak fel ezek a rendeletek, beszámolók. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen megnyugtató a városunk részére. Köszönettel tartozunk mind az elkészítőknek, mind akiknek ugye napi munkájuk van ebben, hogy a költségvetés az hasonlóan, mint sok évben megtapasztaltam, hogy ez örvendetes volt, hogy jó zárultak a költségvetéseink. Úgyhogy én köszönöm én is a munkájukat. Köszönöm. Szociális bizottság is tárgyalta. Egészségügyi bizottság is tárgyalta, és egyhangulag elfogadásra javasolja a beszámolót. Köszönöm szépen. Van-e kérdés, vélemény a rendelettervezettel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki elfogadja a rendelettervezetet az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról, kérem szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a rendelettervezetet. Most beszámoló következik az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének teljesüléséről, és az ellenőrzés során tapasztaltakról. Tisztelettel adom át a szót dr. Gábri Semese jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen. A 2022 évi ellenőrzésekről szóló éves belső ellenőrzési jelentést az önkormányzat volt belső ellenőre, Kormos Lajos úr elkészítette. A éves belső ellenőrzési jelentést a zárszámadással egyidejűleg kell megtárgyalnia a képviselőtestületeknek.
2022-ben két ellenőrzésre került sor, a városi óvoda gazdálkodásának szabályszerűségét és a roma nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását ellenőrizte a belső ellenőr. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor. Köszönöm. Köszönöm szépen. A belső ellenőrzési tervet, illetve ezt a napi rendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta. Bizottságunk egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm. Oktatási bizottság tárgyalta. Egyhangulag elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Kérdések, vélemények vannak-e? Tisztelettel kérdezem képviselőtársaimat. Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki elfogadja a határozati javaslatban szereplő az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének teljesüléséről készített előterjesztést, illetve a jelentést, azt kérem szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Következő napi rendi pontunk, beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Tisztelettel adom át a szót dr. Szabó Andrea irodavezető asszonynak. Tisztelt képviselőtestület, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról évente átfogó értékelést készít, melyet a képviselőtestület minden év május 31 napjáig megtárgyal. Jelen beszámoló a Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői, a Védőnői Szolgálat védőnői, a bölcsődevezető, a nevelési oktatási intézmények vezetői által nyújtott adatszolgáltatások alapján készült el. Köszönöm a beszámoló összeállításában közreműködő kollégák munkáját, és javaslom a határozati javaslat megvitatását és elfogadását. Tisztelettel köszönöm. A Szociális Bizottság tárgyalta. Tárgyalta és egyhangulag elfogadásra javasolta. Egy pár szót megköszönném én is. Az önkormányzat és az intézmények között látjuk, hogy a beszámoló szerint is, meg észleljük is, szoros az együttműködés, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek a legjobb tudásuk szerint végzik a munkájukat. A jelzőrendszer összességében azt mondhatjuk, hogy jól működik, de azért vannak még hiányosságok. Örömteli, hogy városunkban ismét működik a gyámügyi kirendeltség, nem kell a lakosságnak jelzberénybe utazni az ügyeik intézésében. Az iskolákban kiemelten támogatják a hátrányos helyzetű gyerekeket, odafigyelve a szülő-pedagógus együttműködésre. Sajnos mégis van még teendő ezen a területen, úgy a szülők részéről is. Nagyon hiányzik még mindig az iskola pszichológus, amit nagyon nehéz pótolni. Régebben volt, és azért nagyon jó dolog volt. Az önkormányzat több területen támogatja nem csak a hátrányos helyzetű gyerekeket, például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, a szünidei gyermekétkeztetéssel, az iskolakezdési támogatással, a Bursa Hungorika ösztöndíjjal, az iskolai és óvodai kirándulás támogatásával, de ide lehet sorolni még a lisztérzékeny szűrést is. Én is csak meg szeretném köszönni a beszámoló összeállításában résztvevő szakemberek munkáját. Nagyon tartalmas, grafikonokkal kiegészítve részletes tájékoztatást ad a gyermekvédelemről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Jó, magam is úgy gondolom, hogy a településen a jelzőrendszer jól működik. Nagyon jó a kapcsolattartás és az együttműködés a partnerek között. Én is továbbra úgy is egyetértek elnök asszonnyal, hogy ezt tovább erősítsük. Az új dolgokat már nem ismételném én is el, tehát hogy örömünket minek tudjuk kifejezni, illetve csak arról tudom tájékoztatni a testületet, hogy nem találunk
megfelelő szakember, tehát iskolapszichológust. Ez már ugye már a tavalyi év óta folyamatos igényként jelentkezik, mind az általános iskolából, mind a gimnáziumból. Jogos igényként mutatkozik. Nagyon nehéz szakembert állandóan vagy állandóra találni, vagy legalább már még bizonyos időközönként is, aki ilyennel foglalkozik. Próbálkozunk, megpróbáljuk ezt. Én is köszönöm minden partnernek, minden együttműködőnek ezt a nagyon-nagyon színvonalas anyagot, illetve azt, hogy ennyire részletesen tényleg mindenről tájékoztatást kaptunk, és köszönöm irodavezető asszonynak is az összeállítását és ezt a gondos munkát. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki egyetért a határozati javaslattal, miszerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2022. évi beszámolót elfogadja, kérem szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a beszámolót. Következő napirendi pontunk a Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvara fejlesztési lehetőségeinek áttekintése. Tisztelettel adom át a szót Bakaini Magyari Melinda irodavezető asszonynak. Köszönöm szépen! Az általános iskola Köztársaság tér 15 szám alatti épület együtteséhez tartozó udvar fejlesztési lehetőségeit tekintettem át oly módon, hogy az előterjesztésemben összefoglaltam mind a rendezési tervünk, mind a éppen aktuális és hatályban lévő jogszabályok ide vonatkozó részeit. Ezt külön most nem sorolnám fel. Két irányba vázoltam fel az udvar bővítési, illetve felhasználási lehetőségeit. Az egyik a Katona József utca, illetve a maga az udvar közötti sáv kapcsán az önkormányzat az elmúlt években felvásárolta azt a 4-5 telket, ami ott eddig ingatlannal, épülettel ellátott volt, de azok elbontásra kerültek. Itt első körben az volt a cél, hogy az udvar oly módon nőjön, ott esetesen egy sportudvar kerüljön kialakításra. Ennek kapcsán el is készült egy terv, ami részben meg is valósult, a meglévő pálya megújult, de a további fejlesztések, mint futó pálya, esetlegesen egy kondipark nem került még kialakításra. Időközben felmerült az az igény a gyerekek számának növekedésével, hogy egy iskola épület bővítés, vagy egy új iskola épület építése várhatóan betervezendő. Ennek kapcsán több olyan szempontot kell végig gondolnia az önkormányzatunknak, amivel segíti ezt a projekt megvalósulást, ami akár a rendezési tervnek a módosítását is előtérbe helyezi. Mert most a maga az udvar egy másik övezetben található, mint a mellette levő sáv ugyancsak egy másik övezetben, ami egy picit különbözik egymástól, így valamilyen úton-módon azért akadályozza ennek a terület összletnek a továbbfejlesztését. Itt első körben azt javaslom, hogy tekintsük át oly módon, hogy egy koncepcióterv készüljön, figyelembe véve a jogszabályokat, hogy mit lehet, milyen módon lehet itt elhelyezni, áttekintve azt, hogy a meglévő épületet bővítjük, vagy egy új épületben gondolkozunk, esetleg a tornaterem épületét vesszük igénybe ezen bővítésekre, és ezzel párhuzamosan a telek összevonást javaslom. Most 4342 négyzetméter az udvara ennek az iskolának az épületekkel együtt természetesen, a bővítéssel, telek összevonással 6070 négyzetméterre bővül, ami teret tud adni akár egy későbbi iskolafejlesztésre, vagy az udvarnak olyan módú felfejlesztésére, ott a gyerekeknek egy ténylegesen egy komoly sportudvar alakuljon ki. Ennek kapcsán kérem a tisztelt képviselőtestület támogatását, hogy ilyen formában elinduljon a közös gondolkodás, egyrészt a koncepcióterv összeállításában, másrészt a telek alakítás elindításában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és egyúttal köszönöm irodavezető asszonynak is a nagyon alapos előkészítő munkáját és az előterjesztés összeállítását. Pénzügyi bizottság tárgyalta a napi rendi pontot. Így van, és bizottságunk egyhangulag elfogadásra javasolja ezt a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. További kérdés vélemény megfogalmazására van lehetőség. Képviselő úrja a szó. Tegnap előtti bizottsági ülésen csak erősítettem meg, hogy én azt gondolom, hogy a legszélszerűbb az lenne, hogyha abban gondolkodnánk, hogy ott egy új épület épülhetne meg, az lenne mindenképpen szerintem célszerű.
amit aztán később még lehetne bővíteni. Említettem bizottságülésen, hogy 10-ben is szóba került ez már, hogy ugye a Szent Vince úton az alsósak 1-4-ig vonatkozásába terveztünk új épület kiegészítést, illetve a zeneiskola vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ez lenne célszerű, hogy a központi épületben gondolkodva együtt itt benne ebben az új létesítményben sikerülne elhelyezni a gyermekeinket. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb a B épületnek a sorsa az úgyis meg fog pecsételődni, mert ez az épület igazából majd lassan nem lesz már arra alkalmas, hogy ott osztálytermeket, bár a területtel még lehetne több mindent kezdeni. Korábban szóba került bizottság, és én is említettem, volt ott még egy telek, a sarki telek, amely megvásárlásával esetleg gondolkodtunk abban, hogy egy tornatermi épületet és a tornaterem átalakításában lehetne öltözőket, sőt, ugye valamikor annak a tetejét úgy képzeltük el, hogy sátortetős, tehát beépített, készült is erre egy elképzelés, az nem valósult meg, hogy azt is föl lehetne használni. Tehát én mindenképpen azt javasolnám ebben a koncepció elkészítésében, hogy próbáljunk abban gondolkodni, hogy a meglévő telkünkre új épület kerüljön, és hát az is javaslat volt, most is megerősítem, hogy ott egy étkezőt kialakítani a gyermekek részére. Azt gondolom, hogy is nagyon indokolt. Évtizedek óta megtapasztaljuk, hogy mit jelent átvonulni a gyerekeknek az ebédlőbe, télen, hóba, vízbe, sárba, hidegbe. Tehát én ezt javasolnám, hogyha ebben tudnánk gondolkodni, amit aztán később bővíthetnénk, de mégis itt a központban megvalósulhatna egy új iskolaépületünk. Ha visszagondolok, 1941-ben épült itt utoljára iskola épület. A másik, a Szent Vince úton, ami ugye korábban ugye egyház, az meg a 20-as években. Tehát igazából iskola épület nem épült, nem bővült. Tehát a B épület valamikor az egy bank épület, innen maradt meg a neve is, amit már sok-sok javítást végeztünk. Tetőszerkezetet vizsgáltuk, annak is a tetőszerkezetét statikailag alkalmas lenne beépítésre, akkor azért gondolkodtunk abban, hogy a nyelvi osztályok megbontása révén kis csoportos foglalkozásokat. Tehát én azt javaslom, hogy ott egy új épületbe gondolkodjunk, hogy azt próbáljuk ott megtenni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Van-e további kérdés, vélemény? Tető Judit képviselő asszony a szó. Köszönöm szépen. Én is csatlakozni tudok csak az elhangzottakhoz. Az intézményi tanácsok, tanácsülések során ez nagyon gyakran elhangzó észrevétel, hogy tanteremhiány van jelenleg az intézményen belül, szükség lenne több tanteremre, különös tekintettel a következő évek során, amikor nagyobb osztályszámok indulnak az alsó B folyamokon, és ahogy műszaki irodavezető asszony elmondta, jelenleg nincsen arra rálátásunk, hogy valójában mik a fejlesztési lehetőségek a különböző övezeti besorolások miatt. Ebben segítene minket egy koncepcióterv, ami a lehetőségeket egyáltalán elénk tárná, hogy valóban egy külön álló új épület építése szóba jöhet-e, vagy esetleg a meglévő épület együttes kiegészítése újabb szárnyal. Ezeket mind javaslati szinten tárgyaltuk, nagyon sok ötlet elhangzott a bizottsági ülésen, és a magam részéről én is ezért támogatnám, hogy egy koncepcióterv összeállítását indítsuk el, és ez a tovább lépés lehetőségeit segíteni remélhetőleg a közeljövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény van-e? Én már csak néhány gondolattal szeretném kiegészíteni, hogy a bizottsági ülésen valóban nagyon hosszasan tárgyaltuk ezt a napi rendi pontot, és mindannyian tudjuk, hogy ez már egy több éves folyamatnak az eredménye. Ezúton is köszöntöm még külön igazgatóasszonyt, aki körünkben van, aki nyilván tisztában van is, mert nagyon sokszor jelezte ezt a Jászberényi Tankerületi Központ felé, illetve mindenki felé. Én úgy gondolom, hogy örömteli, hogy a képviselőtestület
nemes ügy mellé áll. Amit tudunk, megteszünk, valóban ez az első lépés. Igazgatóasszonnyal többször egyeztettünk már, ebben az évben szinte minden hónapban már január óta. A részleteket még mi sem tudjuk. Amit biztosan tudunk, hogy a Jászberényi Tankerületi Központ fog tudni pályázni, tehát a pályázatot nem fogja tudni a városunk, tehát az önkormányzat benyújtani, és ennek a prioritása most az, hogy nekünk ez a feladatunk, hogy ezt a területet így biztosítsuk, melynek ez az első pontja, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az iskolaépítésnek milyen lehetőségei vannak ott, majd utána a tervezés folyamatát miként képzeljük el. Egyértelműen az intézményvezetés bevonásával és egyértelműen a városvezetés bevonásával szeretnénk ezt, tehát azt szeretnénk, hogyha az iskola, ha iskolát építünk, akkor az olyan iskola legyen, ami itt az intézményvezetésnek is, és a városnak is, a képviselőtestületnek is jó. Ha bővítünk, akkor az olyan bővítés legyen, ami itt lesz. És ahogyan képviselő úr is mondta, hogy hát évtizedek óta már elmondhatjuk, hogy nem épült, tehát nagy a felelősség, tehát mindenképpen szükséges ez. Az első lépés ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy milyen méretekkel, milyen paraméterekkel tudjuk az épületet elhelyezni, és miként a területre. Biztos, hogy kiemelt szempont marad a tantermek mellett, valóban a képviselőasszony említette az étkező biztosítása, tehát ezt jeleztük is. Ugye többször tárgyaltam már a Jászberényi Tankerületi Központ vezetőivel, a megyei közgyűlés alelnökével és képviselő úrral, tehát mindenkinek közös a szándéka. Mindenki tudja, hogy nagyon-nagyon fontos lenne Jászárok szálláson, gyakorlatilag a 24. órában van az iskola bővítés, építés, a gyermek létszám növekedése indokolja ezt elsősorban, illetve azt gondolom, hogy emellett az egyik intézményünk, a banképület, tehát a Pázmány Péter úti épületünk, vagy Petes úti épületünk kiváltása is, amely már alapvetően korszerűtlen arra, hogy iskolai feladatokat ellátó épületként funkcionáljon. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy elindul ez a lehetőség, és bízom benne, hogy minél hamarabb meg is valósul. Van-e további kérdés, vélemény, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a Jászárok Szállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztési lehetőségeit elősegítve egy koncepcióterv összeállítására kerüljön sor, illetve elinduljon a telek alakítási eljárás lefolytatása, miután megismertük a koncepcióterv eredményeit, kérem, szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Következőkben a döntés a strand fejlesztéséről, öltözők felújítása, medence megvalósítása című előterjesztésről tárgyalunk. Ez a másik olyan előterjesztés, amelyről a bizottsági ülésen nagyon-nagyon hosszasan tárgyalt a képviselőtestület. Jászárok szállásváros gazdasági, kulturális, közösségi és turisztikai szempontból az egyik kulcsfontosságú helyszíne a strand, azt gondolom, amely a város üzemeltetésében van, a városgondnokság üzemeltetésében van. A strand jövője, jelene meghatározhatja a településünk jövőjét is és jelenét is. Ahogyan azt tudjuk, már nem ismertetném, hogy jelenleg milyen paraméterekkel működik a strand, és milyen funkciókkal ellátott medencékkel, ez mindannyiunk számára ismert. A képviselőtestület gondolkodik évek óta a strand további fejlesztésén. Természetesen vizsgálható a jelenleg rendelkezésünkre álló anyag is. Ezzel indítottunk, ezzel kezdtünk, hiszen jelenleg rendelkezésünkre áll egy terv, egy fedett medence, illetve a fedett medencét kiszolgáló wellness részlegek, öltözők és mosdóhelységekkel és büféhelységgel egy ilyen terv. Ez a terv, ahogy megismertük, ugye jelenleg az építési engedélye az lejárt, tehát az engedélyét azt hosszabbítani lehetne, illetve a vízjogi engedéllyel, érvényes vízjogi engedéllyel még ez a terv rendelkezik. Hosszas gondolkodás után a képviselőtestülettel ezt áttekintettük, és megállapítottuk, hogy ugye lehetőségünk van arra, hogy ha ezt a tervet fölülvizsgáljuk,
és áttekintjük, akkor pályázatra is, vagy pályázni is tudjunk. Jelenleg nincs kiírva pályázat, de tervezik, hogy strandfejlesztés, illetve egyéb más helyi turisztikai célokat szolgáló pályázat kiírására kerül sor, és mindenképpen föl kell arra készüljünk, úgy beszéltük meg a képviselőtestülettel, hogy esetleges pályázati kiírás esetén benyújtani tudjuk ezt a pályázatot. Ennek az első mérföldköve az, hogy áttekintettük ugye a jelenlegi terveket. Én elárulhatom ugye azt, hogy bizottsági ülésen megállapítást nyert, hogy valószínűleg a koncepciót egy kicsit át kell gondolni. Kiemelten megfogalmazódott itt a képviselők részéről az, hogy a medence funkciót gondoljuk át és bővítsük, illetve egyéb más funkciókat is. Ezért, ahogyan az előterjesztésben, a határozati javaslatban is szerepel, az első mindenképpen az, amit szeretnénk, hogyha ez a jelenlegi terv felülvizsgálatra kerülne mindenféle szempontból, elsősorban kiemelten a medence funkciók tekintetében. Továbbá megvizsgálásra kerülne az, hogy ugye a majdan várva várt gáztalanító beépítése után a gyógyvízé minősítés lehetőségét is meg kellene, vagy az ásványvízé minősítés lehetőségét vizsgálni. A képviselőtestület is egyetértett abban, hogy mindenképpen szükséges bevonni ehhez szakembert, hiszen nem tudjuk ezt most mi itt fölmérni és megtippelni azt, hogy vajon a gyógyvízé minősítési eljárással, vagy az ásványvízé minősítési eljárással milyen eredményeket, vagy milyen célt, milyen funkciót tudna ez betölteni jászárokszállás strandfürdője életében. Ami biztos, hogy a pályázatokat zömmel gyógyfürdőknek írják ki, tehát szinte az elmúlt években nem volt olyan pályázat, azért nem is került ez benyújtásra, hiszen ez a terv, mert nem nagyon írtak itt, nem is írtak ki olyan pályázatot, mindig a gyógyfürdők prioritást élveztek, ezért a gyógyfürdő funkciót is mindenképpen meg kell vizsgálni. Én tisztelettel kérem a tisztelt képviselőtestületet a napirendi pont megtárgyalására, megvitatására, és a határozati javaslatban szereplő felülvizsgálati, illetve hatástanulmányi vizsgálati tervek elkészítésének támogatására. A napirendi pontot, illetve ezt a kérdést tárgyalta a pénzügyi bizottság. Pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Van-e további kérdésvélemény a napirendi ponttal, illetve az előterjesztéssel kapcsolatban? Képviselő asszonyi a szó. Csak egy pár mondatban szeretném összefoglalni azt, hogy milyen szempontokat vizsgáltunk, vagy milyen gondolatok merültek fel a bizottsági ülés során. Hát nem titok, hogy a leghosszabb időt azzal töltöttük, hogy a terv milyen módon kerüljön felülvizsgálatra. A többségi vélemény az volt, hogy valóban ez indokolt lenne, és próbáljunk az újratervezés során arra figyelemmel lenni, hogy esetleg egy szélesebb profilt adni ennek a fedett térnek, és ne csak egyfajta vízhőmérsékletű medencét rendelkezésre bocsátani vagy kialakítani, hanem esetleg egy osztott teret kialakítva akár élmény elemeket is beletenni, amivel arra is gondoltunk, hogy talán a rentabilitását ennek a beruházásnak tudnánk segíteni, hiszen hogyha több lehetőséget adunk az ideérkezőknek, akkor hosszabb időt tudnak eltölteni, talán szélesebb körben tudunk bevonzani vendégeket. Nagyban segítette a gondolkodásunkat Telepál városgondnokság vezető úr véleménye is, aki azzal a javaslattal élt, hogy esetleg célszerű lenne a gyógyszolgáltatások szempontjából is egy szélesebb palettát biztosítanunk, és ennek a tervezésben egy nagyobb helyet kialakítani, mint a jelenlegi tervben. Én úgy gondolom, hogy talán ezek voltak főbb irányok, amik elhangzottak a bizottsági ülésen, és személyes véleményem, hogy nagyon fontos ez a mai napi rendi pont abban, hogy valóban előrelépések történjenek. Régóta gondolkozunk azon már, és merülnek fel ötletek, hogy hogyan lehetne itt előrelépni, fejleszteni a strandon. Ez egy nagyon összetett dolog, látjuk, hogy sok tényezős,
de bízom abban, hogy ezzel sikerül majd abba az irányba lépéseket tennünk, hogy valóban eredményeket érjünk el a közeljövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki egyetért a határozati javaslattal, miszerint döntsünk a strand fejlesztési lehetőségéről, kiemelten a fedett-medence épület engedélytervének korszerűsítési felülvizsgálata történjen meg, azon belül is a medence funkció kibővítési lehetőségeinek vizsgálatával, továbbá az ásványvízi vagy gyógyvízi nyilvánítás folyamatának előzetes hatástanulmányának elkészítésével, azt kérem szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. Az 1/2023-as önkormányzati rendelet módosítása, a költségvetési rendelet módosítása következik. Az idei következő költségvetési rendelet módosítását az elsősorban az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai indokolták. Kiemelten három módosítást, a Városgondnokság, a Gondozási Központ, illetve a Városi Óvodánál jelentkezett költségvetési módosítás. Bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk, én már külön újra nem szeretném ismertetni, várom majd a kérdéseket, véleményeket. Tisztelettel kérem az felsorolt indokok alapján a költségvetési rendelet módosításának támogatását. A rendelet módosítást a pénzügyi bizottság tárgyalta. Így van, és egyhangulag elfogadásra javasolta a bizottság. Tisztelettel köszönöm. Oktatási bizottság tárgyalta. Köszönöm szépen. Költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban, módosítás tervezettel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, további kérdése, észrevétele vagy javaslata? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki az önkormányzati rendelet módosítással, a költségvetési rendelet módosítással egyetért, az kérem szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a költségvetési rendelet módosítását. Következő napi rendi pontunk, fogorvosi szerződés meghosszabbítása. Jászárokszállásváros önkormányzatának hármaszámú fogorvosi körzetének helyettesítős fogorvosa dr. Felsőbányai Borbála Ildikó, egyéni vállalkozó, akinek a vállalkozói szerződése a helyettesítésre, a körzet helyettesítésére lejár, és a szerződés meghosszabbítását biztosíthatja a képviselőtestület. A fogorvosi körzet ellátására már előzőekben is írtunk ki fogorvosi pályázatot. Nem jelentkezett tartósan sajnos olyan fogorvos, aki ellátná ezt a körzetet. Most a jegyzőasszony fölvette fogorvosasszonnyal a kapcsolatot, és a jegyzőasszonyt tájékoztatta a fogorvosasszony, hogy szeptember 30-áig tudja biztosan vállalni a helyettesítést. Ezért én tisztelettel kérem a képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatban szereplő módon hosszabbítsuk meg az alábbi feltételekkel, ahogy az előterjesztésben szerepel a fogorvosi szerződést. Az előterjesztés a Szociális Bizottság tárgyalta. A bizottság tárgyalta, és egyhangúan elfogadásra javasolta. Tisztelettel köszönöm. Van-e valakinek további kérdése, véleménye előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki egyetért dr. Felsőbányai Borbála Ildikóval kötött megbízási szerződés hatájának meghosszabbításával, kérem szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. A következőkben fogorvosi pályázat kiírásáról döntünk. Ugyancsak ez a jászárokszállási hármas számú fogorvosi körzetnél merült föl, ugye adódik tovább, hogyha tovább gondoljuk, hiszen a doktornő dr. Felsőbányai Borbála Ildikó miután jelezte, hogy ezt tartósan szeptemberig tudja biztosan vállalni, ezért szükségessé vált az, hogy újra kiírjuk a fogorvosi pályázatot, bízva abban, hogy sikerül egy állandó fogorvost találnunk, és ezt a fogorvosi körzetet is állandó fogorvossal ellátnunk.
Én úgy gondolom, hogy nagy szükség van rá, nagyon jó lenne, bízzunk benne, hogy hát ha találunk. Én tisztelettel kérem a képviselőtestületet, hogy írjuk ki a pályázatot, és döntsünk arról, hogy fogorvosi álláspályázatot írunk ki. Köszönöm szépen. A pénzügyi, a Szociális Bizottság, bocsánat, tárgyalta. A bizottság tárgyalta, egyhangulag fogadásra javasolta, hiszen a kormányzatnak az az érdeke, hogy minden körzetbe legyen töltve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e további kérdése, véleménye képviselőtársaimnak? Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy Jászárokszállás város 3-as számú fogorvosi körzetének a fogorvosi állásának kiírásával, azt kérem, szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag egyetértett a pályázat kiírásával. A következőkben piacüzemeltetési díj csökkentésének támogatásáról dönthetünk. A piacüzemeltetője Kondás Róbert kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, az önkormányzathoz, miszerint a piacfelújítás ideje alatt számára nem biztosított egyértelműen az a tér, az a terület, mellyel a piacüzemeltetését maximálisan tudná biztosítani számunkra. Ezért kérte, hogy miután a terület is lecsökken, ezért kérte a számításai alapján a bérleti díj 50%-kal való csökkentését, de csak a piacfelújítás idejére. Ugye tudjuk, hogy a közbeszerzési eljárás folyamata majd hamarosan lezárul, de még nem tudjuk, hogy miként, illetve mikor kezdjük meg a piacfelújítását. Tehát valójában jegyzőasszony javasolta, hogy úgy kerüljön elfogadásra, hogy csak abban az esetben kerül ez megvalósításra, tehát abban az esetben tekintünk el, az 50%-tól miután elkezdődik a piacfelújítás, tehát erre a 2 hónapra. Azért nem jó, később tájékoztattam a bizottságokat is arról, mert a jelenlegi szerződésében a 2 hónapos felmondási idő szerepel, tehát ha most a piac közbeszerzése sikeresen lezárul, eredményesen nem lenne idő arra, még egy soron kívüli testületi üléssel sem, hogy érdemben a vállalkozónak kedvező bírálattal éljünk, vagy kedvező lehetőséget biztosítsunk. Miután városgondnokság vezetője és műszaki irodavezető asszony is áttekintette a számadatokat, illetve a területet a térképen, tehát megállapítást nyert, hogy megfelelő az igénye, tehát ez elvárható. Én tisztelettel kérem a napirendi pont megtárgyalását és annak elfogadását. A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést. A pénzügyi bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja. További kérdés vélemény megfogalmazására van lehetőség. Kubacsek József képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen. Most ugye ez a piacfelújítás kezdetétől végéig, de remélem, hogy lesz vége, mert elkészül a piacunk, és utána, amikor készen van a, elkészült a piac, utána újból felülvizsgálatra kerül ez a szerződés, vagy pedig a régi érvénybelépés folytatódik a jelenlegi szerződése. Jelenlegi szerződése érvényben lesz, de ugye van a szerződésben egy olyan rész, hogy bármelyik fél kezdeményezheti a szerződés módosítását, ennek megvan a jogi kerete, jegyzőasszony tudja. Nyilván, hogyha a piac felújítása megtörténik, akkor a képviselőtestület megfelelő jogi keretek között kezdeményezheti azt, hogy ezt az üzemeltetési díjat megváltoztatja, vagy újra számítja. Így van, hiszen a piac paraméterei megváltoznak, teljesen jogosan érzékeli ezt képviselő úr, így van, tehát akkor jogunk van áll majd az új piac paramétereivel egy új számítást végezni, és akár új díjszabást is, így van, tehát ez fölülvizsgálható lesz. Jó, köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk. Aki egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottakkal, miszerint a piacüzemeltetési díj csökkentését támogassuk a határozati javaslat időkeretén, illetve összegével, azt kérem, szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. A 14/2023-as határozat módosítása következik helységbérleti díjak tekintetében. 2023. február 9-én a képviselőtestület döntött
az önkormányzati tulajdonú helységek strand és piacbérleti díjáról. Városgondokság vezetője kérelmének megfelelően benyújtotta ezt az anyagot. A képviselőtestület munkamegbeszélésen, képviselőtestületi ülésen többször megvitatta, elfogadta, és utólag elnézést kérünk, tévesen szerepelt kettő ingatlannál a bérleti díj a határozatban. Én tisztelettel kérem ennek a javítását, tehát a módosításról szóló határozati javaslat elfogadását, és elnézést kérek mindenkitől. Pénzügyi bizottság tárgyalta a határozati javaslatot. Bizottságunk egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény? Akkor kérem, szavazzunk, aki egyetért a határozati javaslatban szereplő helységbérleti díjak, valamint a piac strandüzemeltetési díjának megállapításáról szóló 14/2023-as határozat módosításával, szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. A Városgondnokság, a Városi Óvoda és a Gondozási Központ alapító okiratainak módosítása következik. Tisztelettel adom át a szót jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen. A Városgondnokság és a Városi Óvoda alapító okirataiból törölni kell a rövid időtartamú közfoglalkoztatás elnevezésű kormányzati funkciókódot, mely jogszabályi változás folytán hatályon kívül helyezésre került. A Gondozási Központ alapító okiratába pedig a Magyar Államkincstár ellenőrzése során kiadott közbenső jelentés értelmében fel kell venni a járóbetegek rehabilitációs szakellátása elnevezésű kormányzati funkciót a gyógytorna tevékenység ellátása folytán. Ezen kívül a Városgondnokság és az óvoda alapító okirataiban az utolsó elfogadások óta bekövetkezett jogszabályi, illetve formanyomtatvány változásokat is át kell vezetni. Köszönöm. Tisztelettel köszönöm. Az Oktatási Bizottság tárgyalta. Az Oktatási Bizottság tárgyalta. Indokokat figyelembe véve megállapítottuk, hogy gyakorlatilag technika jellegű módosításokról van szó. Így a bizottság mind a három, tehát Városgondnokság, Városi Gondozási Központ alapító okiratának a módosítását egyhangulag javasolta. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk. Először a Városgondnoksági Ászárokszállás alapító okiratának módosításáról szavazunk. Aki egyetért a határozati javaslatban szereplőkkel, kérem, szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Most a Jászárokszállási Városi Óvoda alapító okiratának módosításáról szavazunk. Aki egyetért a határozati javaslatban szereplőkkel, kérem, szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. Majd végül a Gondozási Központ Jászárokszállás alapító okiratának módosításával, aki egyetért, kérem, szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület ezt is egyhangulag elfogadta. 5 perc szünet következik. Köszönöm mindenki türelmét, megértését. Soros képviselőtestületi ülésünket folytatjuk. Következő napirendi pontunk közterületfelügyelő részére robogó bukósisak beszerzése. Örömteli hír, hogy 2023. május 2-a óta Jászárokszállás városában közterületfelügyelő állás betöltésre került. Nyíri László közterületfelügyelő látja el ezt a munkát. A közterületfelügyelő napi munkájához jelezte képviselőtestület irányába és jegyzőasszonynak, hogy a hatékonyabb munkavégzéshez
a bejárások kapcsán, ellenőrzések, szemléktartása kapcsán egy ilyen nagyságú belterületű városnál indokolttá válhat robogó, mint közlekedési eszköz. Ezt áttekintettük, ennek a lehetőségét. Lehetőség van egy elektromos robogó megvásárlására, vagy robbanó motoros robogó megvásárlására. Én hatékonyabbnak tartom az elektromos robogót, közterületfelügyelő is támogatja, hogy egy ilyen típusú robogó kerüljön megvásárlására, a részére. Műszakiroda ügyintézője körbejárta ezt a területet, és megállapítást nyert, hogy ez az 500 ezer forint keretösszeg minden tekintetben biztosítaná ezt a fedezetet. Én tisztelettel kérem a képviselőtestületet, hogy támogassuk ezt a kérést, és kérem a napirendi pont megtárgyalását, határozati javaslat elfogadását. Az előterjesztést a pénzügybizottság tárgyalta. Bizottságunk egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki egyetért a közterületfelügyelő részére robogó és bukósisak beszerzésével, kérem szavazzon most. Képviselőtestület egyhangulag támogatta a határozati javaslatot. A következőkben a Jászberényi Református Egyházközség támogatásáról dönthetünk. A Jászberényi Református Egyházközség református lelkipásztora Mező István kérelemmel fordult képviselőtestülethez, miszerint 2023 májusában, júniusában angol nyelvi és német nyelvi tábort szerveznek, és a tábor megrendezéséhez, a jászárokszállási gyermekek táborítóztatási költségéhez hozzájárulást szeretne kérni a lelkipásztor. Mi az előző években ez nem került megrendezésre, a Covid miatt áttekintettük a lehetőségeket, illetve az azt megelőző évek tekintetében a hozzájárulások nagyságrendjét. Én javaslom a képviselőtestületnek 50 ezer forintos támogatási összeg megállapítását. Tisztelettel kérem a képviselőtestületet a napirendi pont megtárgyalására és elfogadására. A pénzügyi bizottság tárgyalta. Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki egyetért a Jászberényi Református Egyházközség támogatásával, kérem szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag támogatta az előterjesztésben szereplő, illetve a határozati javaslatban szereplő támogatási összeget. Következő napirendi pontunk pályázat benyújtása, a csapadékvízelvezetés fejlesztése jászárokszálláson elnevezésű projekt megvalósítására. A terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében meghirdetés előtt áll egy topos pályázati kiírás, melyre a képviselőtestület úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani. Munka megbeszélésen előzetes egyeztetések kapcsán szóba került az, hogy milyen paraméterekkel és a lehetőségeinkhez mértem. Ez az összeg, amelynek összeállítására javaslatot teszünk, nyilván egy önrész nem tartalmazó összeg. Jelenleg ugye a költségvetésünk nem tartalmaz újabb pályázathoz önrészt. A tartalékkeret terhére nem kívánunk további önrészt felhalmozni, hiszen van 4 futó pályázatunk. Én javaslom továbbra is a képviselőtestületnek, hogy a pályázat benyújtásakor vegyük ezt figyelembe. Műszaki iroda vezető asszony a vízjogi mérnökkel hosszas előkészítő munkán van túl. Még azt gondolom, hogy minden területet megpróbáltak körbejárni, hogy ez megvalósuljon, ez a pályázati anyag összeállítása. A felsorolt utcák az előterjesztés részét képezik. Én azt gondolom, hogy az interpellációs időszakban is, a mai napon is szóba került a csapadékvízelvezetés. Ezek azok a kiemelt területek, amelyeknél mindenképpen nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen ezt most megtapasztaltuk ezen a héten szerdán, hogy egy olyan vízgyűjtő területe ez a Prohászka, a Virág Benedek kuruc, hogy gyakorlatilag, amint ugye megkezdődött például este 9-10 óra körül az első
legnagyobb szivattyúval a szivattyúzás. Gyakorlatilag egy órán belül a Deák Ferenc utcában már az árkok is csak félig voltak, és a járdákról eltűnt a víz. Tehát olyan szinten összefüggésben van az egész rendszer, és ugye a gond a Hunyadi utcára való átemeléssel van. Ezt városgondnokság vezetőjével másnap reggel beszéltem. Ezt át kell tekinteni, meg kell nézni, hogy miként nem jut át a víz ugye a Virág Benedek, a Prohászka és a Hunyadira. Ennek az átszivattyúzását kellett most ugye elvégezni a tűzoltóknak, és külön öröm ez számunkra, hogyha esetleg ezt a pályázati anyagot be tudnánk nyújtani, ez pont az a terület lenne, amellyel ugye hatékonyabbá tudnánk tenni a város összes, tehát a vízelvezetését ugye a Hunyadi utcára. De ehhez ugye ezen utcákat rendbe kell tenni. A pályázat 20%-ot biztosított ez a pályázati kiírás közútfejlesztésre. Ezen utcák, tehát ahol a csapadékvízelvezetés bizonyos szakaszait tudtuk csak bevonni, ez egy nem egy akkora jelentős összeg lesz, de úgy gondoltuk, hogy ne maradjon ki ez a lehetőség sem, és hogyha ebből az összegből még néhány utca, ami már igen kritikus, a megjelölt utcákat látjuk, hogyha ezen szakaszok felújításra tudnának kerülni, akkor az is mindenképpen a város fejlődését szolgálná. A pályázati kiírás valamikor most június-júliusra várható, az előkészületi munkák még zajlanak, de már a vége felé tartunk. Én ezúton is köszönöm Műszaki Iroda vezető asszonynak, hogy ezt koordinálja folyamatosan a vízjogi mérnökkel. Én tisztelettel kérem a képviselőtestületet, hogy ezen szándékunkat továbbra is nyilvánítsuk ki, hogy pályázatot kívánunk benyújtani a csapadékvízelvezetés fejlesztése érdekében, településünk érdekében. Tisztelettel kérem a napirendi pont megtárgyalását és elfogadását. A pénzügyi bizottság tárgyalta. Bizottságunk egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény, észrevétel? Szerző Csaba képviselő úré a szó. Csak egy rövid hozzászólásom van ezzel kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy ez sok évtizedes probléma már városomban, ez a vízelvezetés. Bízom benne, hogy ezzel a pályázattal ez megvalósulhat és megoldásra kerül ez a probléma. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselő asszonyi a szó. Szépen én is szeretném még egyszer megerősíteni, amit bizottsági ülésen is elmondtam, hogy teljesen egyetértek és jónak tartom azt az elvet, amely mentén ez a pályázat benyújtása történik. A költségvonzatokat nagyon átgondoltan tervezzük be. Megítélésem szerint. Egy kérdésem merült fel, ugye ezzel a területtel kapcsolatban már több napi rendi pont során is foglalkoztunk, és az nem volt számomra világos, hogy itt egy konkrét tervet nyújtunk be, vagy majd a pályázat, esetleg egy sikeres pályázat után kerül itt megtervezésre, amit építünk. Konkrét terv, így van, tehát teljesen kész tervet nyújtunk be. Tehát amit mi már előkészítettünk. Úgy van, ennek a folyamata zajlik most, tehát ugye nem titok, hogy tavaly körülbelül júliusban, augusztusban döntöttünk arról, hogy megyei szinten is már akkor szó volt arról, hogy ez kiírásra kerül, döntöttünk arról, hogy már ezeket a terveket vegyük elő, akkor felülvizsgálásra került, és egy szervezett formában a megye ezt próbálta koordinálni, de ugye most nem lesz akkora lehetőségünk, tehát ha az egészet meg szeretnénk valósítani, akkor ez egy ilyen közel 1 milliárd forintos, tehát nagyságrend, most nem lesz ekkora pályázati lehetőségünk, ekkora tér, és most az a munkálat folyik, hogy azokat az utcákat, illetve azokat a csomópontokat próbáltuk, ami így, ahogy képviselő asszony is mondta, meg képviselő úr is, ami a legégetőbb, tehát a legfontosabb részeit megvalósítani, hogy ezzel is elindulva az egész rendszerre tényleg egy hatalmas pénzösszeg kellene. Bízunk benne, hogy majd folyamatosan kiírásra kerül, és egy másik csomópontot is be tudunk majd emelni, és egy másik csomóponttal pályázni, de mindenképpen úgy ítéltük meg, ahogyan itt elhangzott, hogy több évtizedes probléma, hogy ez a terület, ez itt tényleg több évtizedes probléma, és ugye kikérve a városgondnokság vezetőjének, Műszaki Iroda vezető asszonynak a véleményét, akik már ugye rálátnak erre jó ideje, és a vízjogi mérnök is azt mondta, hogy itt ez egy kritikus pont, és ezt most meg is tapasztalhattuk akár a héten is, tehát hogy itt, ha ez most így működne, vagy ez a terület egy kicsit máshogy lenne, akkor hasznosabb lenne. Igen, de
a kézterveket nyújtjuk be abban a formában, azzal a költségvetéssel, amit mi most összeállítunk. Igen, tehát nem utólag lesz. Még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy annak idején rákérdeztem arra, hogy a terv úgy fog-e kinézni, hogy a szarvágyba vezetünk el minden vizet, vagy esetleg víz megtartásra is sor kerülhet, hogy a tervnek részét képezi esetleg ilyen opció is, hogy itt tartsuk valahogy az elvezetett vizet? Opcióként beteveszik ezt a fajta lehetőséget is. A pályázati elv az, hogy tartsuk meg a vizet. Maga a tározónak az építése egy olyan nagyságú összeg, ami jelen pályázatban nem fér bele, de a vízügyi mérnökkel egyeztetve mindenképp javasolta, és én is mondtam, hogy mindenképp jó, hogyha ezt ütemként beletesszük, tehát látja majd a pályázatot elbíráló, hogy mi szeretnénk ezt továbbfejleszteni. Erre lehetőség is van. A Hunyadi utca melletti terület az egy erre alkalmas terület. Most is részben erre is fel tudjuk használni, hogyha tényleg nagyon nagy havária van a településen, de annak a tényleges kiépítése most részleteiben nem teljesen kidolgozottan, de benne lesz a tervben. De nem fog most tározó épülni, tehát amit most benyújtunk, abban kifejezetten a vízelvezetési belső problémák, tehát most ebben a vízmegtartásra már nem futotta, tehát ez egy tározókotrása, tehát egy 100 millió forintos nagyságrendet mondtak, tehát ezt most nem tudtuk beütemezni. Amúgy is, mondjuk ez csak az én személyes véleményem, hogy még ezt nagyon át kell gondolni, ezt a tározót, hogy hova, hogy, mert ugye most, ha azt nézzük, akkor ott a Szekerestó betöltésre került, és akkor most 100 millió ér mellé csinálunk egy tározót, tehát ez ugye sok kérdést fölvet, tehát a tározót támogatom, de hogy majd hová, hogyan, ez majd azt gondolom egy újabb gondolkodás, egy nagyobb léptékű gondolkodás lesz, tehát ez így még mindenképpen azt gondolom, hogy átgondolásra fog kerülni, de a vízmegtartás jó, hasznos is, át is kell gondolni, de hogy majd hogyan, azt majd meglátjuk. Képviselő úr? Gondolni, hogy lakott terület mellé tározót építünk, mert egy szúnyoggyárat fogunk akkor létrehozni. Tehát ezt azért nagyon át kell gondolni, mikor egyik interpellációnkban azért interpellálom, hogy szúnyogot írtsunk, a következőben meg egy olyan tározót hozunk létre, ahol szúnyogokat termelünk. Igen, sok kérdést felvet egy tározó, jó elhelyezése nagyon sok szempontból, de valóban a vízmegtartás most a nagyon fontos, pláne ebben az aszályos időszakban, meg ugye itt a klímaváltozás, stb. Tehát mindenképpen fókuszálni fogunk rá, de most ebben a pályázatban ez most nem szerepel. Van egy képviselő úr? Valamikor jászárokszási tavak azért több száz évig szolgálták jászárokszásnak a lakosságát, szúnyogokkal együtt. Most hozzá kell, hogy tegyem, hogy azért, ha megnézzük, mindegyiket betömtük. Tehát ott volt a vasút után, ott volt a szaros, ott van a surányító, ott van a faragótó, ott van a... Mindez összes be van tömve. Tehát a vízelvezetés nyilván gépekkel meg lehet oldani, de a gravitáció a legegyszerűbb dolog hozzá, amihez ezek a tavak, amiket betömtünk, ezek szolgáltak. És az egy elég rossz döntés volt, megmondom őszintén, ami meg most 100 milliókba kerül, hogy létesítsünk. Nyilván, ha létesítünk, akkor nem ott kellene már létesíteni, mint ahol volt, ha már pénzt fordítunk rá, de hát ez egyelőre szerintem csak államkategória. Úgyhogy... Köszönöm az észrevételt, teljesen egyetértünk. Mostani pályázatunkban kiemelt szerepe van a gravitációs vízelvezetésnek. Tehát erre szakmailag gondot fordítottunk, képviselő úr. Hát végül is a pályázatot be kell nyújtani, mert végül is 100%-os támogatottságot élvez, és azt hiszem, hogy Árokszálláson ez is benne van a top 5-ben, ugyanúgy, mint az iskola, a tornaterem, a útjárda, hogy ez is mindig napirendre kerül, főleg egy-egy ilyen nap után, mint ami tegnap délután is volt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e további kérdés, vélemény, észrevétel?
Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy csapadékvízelvezetés fejlesztése jászárokszálláson elnevezésű projekt megvalósításához pályázatot nyújtsunk be, azt kérem szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyetértett és egyhangulag támogatta a pályázat benyújtását. Következő napirendi pontunk önkormányzati járdaépítés ütemtervének meghatározása. Jászárokszállásváros önkormányzata döntött járdaépítésről. Jelenleg városunkban járdaépítésre két lehetőség van. A lakosság is építhet, amihez továbbra is biztosítja a Jászárokszállásváros önkormányzata a megfelelő anyagot, illetve a lehetőségeket. Illetve az idén döntött úgy januárban a költségvetési rendelet alkotáskor a képviselőtestület, hogy az idejében megpróbálkozik az önerős önkormányzati járdaépítéssel, mégpedig a városgondnokság kivitelezésében. Városgondnokság vezetője és műszakiroda vezető asszony a műszaki paramétereket megfogalmazták és megállapították, mely az előterjesztés részét képezi, illetve munkamegbeszélésen a képviselőtestület a járdaépítésre kijelölendő utcák listáját tovább bővítette. Természetesen már rendelkeztünk a tavalyi évről utcaépítési ütemtervvel. Láthatjuk a számokból, hogy a ütemtervnek megfelelően ugye a végére tehát nem lesz elég, tehát hogy minden járdára az ütemtervben nem lesz elég a számításaink szerint. Azt gondolom, hogy ennek ellenére mindenképpen ezt a 8 millió forintos keretösszeget járdaépítésre kell fordítanunk. Egyrészt meg fogjuk tudni és látni, hogy ez miként működik, hogyha mi készítjük. Másrészt ugye munkamegbeszélésen már többször beszéltünk arról, hogy még ősszel, szeptember után, ha meglátjuk a költségvetésünk alakulását, akkor lesz még, ha úgy alakul, akkor lesz még arra lehetőség, hogy esetleg egy második körben a fennmaradó utcákat azt gondolom, hogy megvalósítsuk ősszel is. Én tisztelettel kérem a képviselőtestületet a napirendi pont megtárgyalására és a projekt megvalósításáról szóló határozati javaslat elfogadására. Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta. Bizottságunk egyhangulag elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény, észrevétel? Képviselő asszonyi asszony. Nem tudom, egy javaslattal szeretnék élni, hogy ezeket az utcákat, az utca lakóit esetleg meg lehetne kérdezni, mert nagy hangsúlyt kellene még fektetni a lakossági járdaépítésre is, mert azért a városgondnokságnak a munka erőkapacitása is véges, hogy ha ezek útszakaszokon megkérdeznénk a lakókat, hogy tudnak-e ebbe támogatást nyújtani a munkaerőbe, szerintem meg lehetne próbálni. Tehát ha vannak olyan lakosok, akik bevállalnák megkeresésünkre, hogy besegít. Ez csak úgy valósítható meg, hogyha a képviselőasszony módosító indítvánnyal él. Tehát a határozati javaslatban egyértelműen az alábbi helyszíneken a 8 millió forintos keretösszeg terhére a városgondnokság biztosítja. Tehát már ezen utcákhoz, ha most hozzányúlhatunk, mert egy módosító indítvány, de akkor ugye ma nem tudunk dönteni arról, hogy ezen utcákban elkezdődjön. Én nem tudom, hogy esetleg egy kompromisszumos javaslat, hogy bizonyos utcákban, tehát indítsunk-e párhuzamosan még ilyen kutató munkát, hogy az esetleg megfelelne, mert most, ha ehhez hozzányúlunk, akkor ugye ma nem tudtunk erről dönteni. Tehát most már a határozati javaslatban így van, és akkor egy újabb testületi ülés kell ahhoz, hogy erről, mert ugye ebben most meghatároztuk az utcákat is, meg a keretösszeget is, meg azt is, hogy a városgondnokság kivitelezi. Tehát ha most ezt nem fogadjuk el, akkor ez most csúszik, van rá lehetőség, de én javaslom, hogy már ezt most, ha megfelel úgy, de valóban lehet esetleg összegyűjteni egy másik részt, egy másik területet, és akkor buzdítani arra, értem én képviselő asszonyt, hogy minél többen próbálják azt, hogy önmaguk is elkészítik, és mi megbiztosítjuk az anyagot. De ugye ez most is nyitott, erre most is van lehetősége minden lakosnak. Lehet esetleg még akkor a kommunikációra nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni a jövőben, és megpróbáljuk még ezt egyéb platformokon, ezt a
ezt még valahogy hangsúlyozni azt, hogy a lakosság építsen járdát, megpróbáljuk. Képviselő úr. Én is ezért javaslom. Megelőzte polgármester azt, hogy mert én úgy emlékeztem, hogy amikor ezt elfogadtuk, akkor is így volt, hogy építünk a városgondnoksággal, és továbbra is megmarad annak a lehetősége, hogy utcák vállalkozhatnak. Emlékszem rá, hogy ott a kuruszba tettük, hogy aláírással fölvállalták a lakók, tehát ez ettől független ment, mert korábban is építettünk nem a városgondnokság, hanem mással. Én meghagynám, hogy ez megmaradjon így, és akkor lehetőséget el lehet indítani, hogyha vannak az utcákban olyan vállalkozók, hogy szervez meg, te lakos itt, és akkor összegyűjti, és annak adjunk lehetőséget. Így is fogadtuk el, emlékszem, amikor a költségvetésünk kapcsán erről döntöttünk, hogy mind a két lehetőség fennáll, lesz egy ilyen, megadjuk a lehetőséget. Én is támogatom, mert vannak olyanok, biztos főleg kisebb utcák, meg ahol még nem annyira idősebbek laknak, adjunk rá lehetőséget, de ne hozzuk a kettőt össze, hagyjuk meg külön. Tehát adjunk lehetőséget, mert az úgyis jóval kevesebbe kerül. Köszönöm. Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Köszönöm szépen a szót. Én Sárikával egyetértek, szerintem elértettük egymást. Sárika arra próbált utalni, hogyha a városgondnokság felvonul egy utcára, és vannak olyan lakók ott, akik próbálnak segíteni, vagy be tudjuk vonni ebbe a munkába, akkor fogadjuk el nekik a segítségét, mert sokkal költséghatékonyabb lesz, és gyorsabban végzünk. Nem tudom, hogy a képviselőtársam, hogy erre gondol, de én ezt javasolni is akartam a városgondosság vezetőjének, hogy fogadjuk el a segítséget a lakóknak, hogyha be tudjuk őket vonni ebbe a munkába. Hát, kérdés, hogy el akarjuk-e fogadni a segítséget? Minden segítséget fogadjunk el. Örülök, ha meglocsolják. Köszönöm. Városgondosság vezetője. A munkaszervezésben, munkajogilag, itt ez egy munkaterületen beszélünk, tehát itt most egy lakos jön, ő neki ki mondja meg, hogy mit csináljon, tehát inkább az utógondozásban, esetleg a dolgozók komfortérzetének növelésében segíthetnek, de az, hogy most egy ilyen vegyes munkába én nem biztos, hogy örülnék, hogyha beszállnának. Tehát ha külön építenek, az is más, de így egy ilyen kombinációban nem biztos, hogy ez kivitelezhető, mind munkajogilag, mind szervezésileg is. Igen, fölvet igen néhány problémát, ha baleset vagy egyéb más történik, de valóban azért a lakosság érezheti azt, hogy hozzá tud adni. Nem tudom, képviselő asszony, hogy akkor erre nagyobb hangsúlyt vetettünk. Ezt igen, mert akkor nem lesz benne döntés, csak így végignézve így az utcának a szakaszait, jutott az eszembe, hogy azért ott laknak fiatalok is, akik be tudnánk vonni, de elfogadom ezt az érvet is, hogy akkor most nem lesz benne döntés, de azért próbáljuk a lakosságot arra ösztönözni, hogy építse meg saját magának azt a járdát ott a lakosság összefogásával, vagy az utca lakóinak az összefogásával. Köszönöm szépen. Mindenképpen lehet esetleg még lezajlik ez a járdaépítés, lehet egy akciót is szervezni még őszre, egy ilyesmit. Példát mutatunk, mindannyian építünk járdát. Kérdésem, hogyha erősítjük a kommunikációt a lakosság felé ezzel kapcsolatban, hogy önerőből ők ezt építhetik a járdát a saját házuk előtt, hogy ennek valahogy a része kellene, hogy legyen, hogy szakaszok elkészülését ösztönözzük, ne csak egyes házak előtt, hiszen nem tudom, hogy ez most kikötése egyébként. Igen? Utcánként igen, de azért nem kikötés, tehát olyat is választhat egy lakos, hogy egy 500 méteres utcában ő egyedül szeretné elkészíteni, és senki nem támogatja az utcából, azért megengedjük neki, hogy ő egyedül a sajátját elkészítse. De nyilván, amikor valaki jelentkezik, akkor az a cél, ahogy képviselőasszony is mondja, az lenne a cél, hogy az egész utcát valahogy rávegyük, hogy akkor mindenki elfogadván az anyagot, valami közös utcai összefogással készüljön el, de ugye egyre többször kerülünk olyan helyzetbe, hogy az utca többi lakosa, ha nem, akkor azért annak az egy lakosnak is megengedjük. Mert azzal is épülünk, szépülünk, meg nyilván az a lakos már akkor azért választja ezt, mert az ő saját komfortérzetét szeretné növelni. Tehát ezt a jogot nem vehetjük el egy akármilyen hosszú utcánál sem, hogy egy lakos a saját komfortérzetét növelve, meg a saját ingatlan előtti területet megszépítve, de tény, hogy az lenne a cél, igen, hogy nagyobb szakaszok, és egyformán, és egységesen. Tehát így van, az a cél.
lehet egy ilyen akciót szervezni, most is azt mondom. De tehát egy... És a 10-ből 2-en vállalkoztak. Jó, gratulálok, mondtam akkor. Hát most, igen, nem, igen, tényleg a Jászai utcában. Jó, köszönöm szépen, képviselő úr. Jegyezni kicsit a forgalomtechnikai dologra is rátérve, hogy engem megmondom őszintén, borzalmosan nem értek azzal egyet, hogy sok olyan helyen, ahol a járdaszakasz fel van újítva, megfelelő szélességű is, hogy az emberek az utat használják a járda helyett. Hogy mi próbáljunk már jó példát mutatni egymásnak, hogy a járdát használjuk gyaloglásra, babakocsitolásra, stb. Mert ráadásul az utakon úgy mennek, hogy egymás mellett hárman, négyen, és még hogyha az autóval az ember el akar menni, vagy akkor felháborodva veszik tudomásul, hogy miért. Hát most az út az a járművek részére van létesítve, a járda az pedig a gyalogosok részére. Úgyhogy ez óriási probléma szerintem, ez egyre jobban. Én úgy veszem észre, hogy Jászárokszáson ez valahogy így divattá vált, hogy a járdának használják az utat. Csoda, hogy még csak ennyi baleset történt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, igen. Teljesen egyetértek, hogy ez már most így próbálunk odafigyelni. Van-e további kérdés észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki egyetért az önkormányzati járdaépítés ütemtervének meghatározásával, illetve a megvalósítással, az kérem szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag támogatja a határozati javaslatban szereplő megvalósítást. Megromlott burkolatú utcák felújításáról, valamint szirált burkolattal nem rendelkező utcák építéséről döntünk, illetve a kivitelező személyek megnevezéséről, kijelöléséről. A képviselőtestület a költségvetési rendeletében januárban megfogalmazta, illetve meghatározta, hogy a megromlott burkolatú utcák felújítására 15 millió forintot különít el, illetve szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építésére 25 millió forintot a költségvetés adott soraim. A munkamegbeszélésnek megfelelően, ahogy a képviselőtestület benyújtotta a javaslatot, illetve összegyűjtöttük azon utcákat, melyek bekerülhetnek ebbe az idei ütemtervbe. Az árajánlatok bekérése ennek megfelelően történt, tehát a képviselői javaslatok, amelyek egyértelműen nyilván a tapasztalatok és a lakosság igényeihez igazodtak. Az árajánlatok megérkeztek, az árajánlatok áttekintése után a képviselőtestületet tájékoztattam, miszerint a legkedvezőbb árajánlatokat válasszuk ki, erről ugye megállapodtunk. Nem tudtuk úgy megoldani, hogy a legkedvezőbb árajánlatot egy kivitelezővel oldjuk meg, és ezen keretek között, tehát a 40 milliós nagyságrenden belül maradjunk. Ezért a legkedvezőbb árajánlatokat kiválasztva kettő kivitelezőt tudunk a mai napon nyertesként kihirdetni. Az első a Reaszfalt Kft., aki az előterjesztésben megjelölt Kisbajcsi Zsilinszky utca burkolatfelújítási munkálatait, a Csuka, a Tinódi és Ady Endre utcát összekötő burkolati munkákat fogja végezni 25.867.316 forint értékben, illetve a másik kivitelező az Erős út Kft., akit nyertesként hirdetünk ki az alábbi utcák tekintetében: Deák Ferenc utca közburkolatfelújítás, illetve Gyóni közburkolatfelújítás 13.546.367 forint összegben. Természetesen ez a változtatás indokoltá teszi azt is, ahogyan a határozati javaslatban képviselőtársaim olvashatják, hogy átcsoportosításra kerül a költségvetésnek a 4. és 5. számú mellékletében. Így
úgy alakul a költségvetésünkben ez, hogy a megromlott burkolatú utcák felújítása 30 millió forint, szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése 10 millió forint. A beruházás teljes költsége, összköltsége 39 millió 413.684 forint. Én azt gondolom, hogy ettől jobban a 40 milliós keretünket kifeszíteni már nem tudtuk. Bízunk benne, hogy egy jó kivitelezéssel sikeres megvalósítást tudunk elérni. Tisztelettel kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását. A pénzügyi bizottság tárgyalta. A bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény? Farkas Szilvia képviselőasszony a szó. Én tisztelettel köszönöm azt a munkát, amit a határozati javaslatban olvashatunk, és sikerült az interpellációk során ugye sokszor hallott utcák panaszait orvosolni, és így ezt a technikai megoldást is megtalálták, hogy gazdaságilag is tökéletesen kijöjjünk ebből a dologból. Én tisztelettel köszönöm, hogy ezek az utcák belekerültek a határozati javaslatba, és bízom benne, hogy hamarosan a munka is elindul a lakosok örömére. Köszönjük szépen! Van-e további kérdés, vélemény, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki egyetért a határozati javaslatban szereplőkkel, miszerint a megromlott burkolatú utcák felújítása, valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése 2023 tárgyú projekt műszaki tartalmának az alábbi meghatározásával, illetve az előbb ismertetett kivitelező személyek kiválasztásával és ehhez a pénzügyi keret biztosításával, azt kérem szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Következő napirendi pontunk utcák forgalomtechnikai felülvizsgálata című napirendi pont. Bizottsági ülésen nagyon-nagyon sok rétűen és sok irányból megvizsgáltuk és megtárgyaltuk ezeket a területeket, a Petes, a Kékes, a Hattyú és a Csokonai utcát. A bizottsági ülésen módosító indítványnak megfelelő határozati javaslatot kérném szépen, hogy vitassuk meg és tárgyaljuk meg, azzal a tartalommal már, tehát az új tartalommal a módosító indítványnak megfelelően. Tehát a Hattyú, Petes, Kékes és Csokonai utcák forgalmi rendjének megváltozásáról tudunk most tárgyalni, illetve dönteni. Tisztelettel kérem a képviselőtestületet a napi rendi pont megtárgyalására és megvitatására. A pénzügyi bizottság tárgyalta. A pénzügyi bizottság a módosító indítványnak megfelelő határozati javaslatot egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény? Képviselő. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy valamennyiünk számára örvendetes ezen utcák esetében a forgalmi rend felülvizsgálata. Azt gondolom, hogy igazából akkor lesz legalábbis számomra teljes, ha majd a Bajcsy-Zsilinszky úton a sokat emlegetett gyalogos átkelőhely is megépülhet. Ehhez kapcsolódóan szeretném még azt elmondani, hogy bizottsági ülésen ugye képviselőtársam, major képviselő úr is jelezte, hogy sok helyen rosszul vannak kihelyezve a táblák, és így például ilyen a Petes úton is, tehát jobbra mutató egyirányú, az arról tájékoztat, hogyha jobbra fordulsz, az egyirány utca. Ebből az utcából lehetne balra fordulni is, tehát ez a tábla az nem kötelez arra, hogy jobbra menjek. Hogy több helyen, tehát amiután ezeket az új utcákat új táblákkal látták el, szinte mindegyikénél nem a kötelező haladás irányjelző táblák van a kör alakú, hanem ez a téglalap, és ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy például Petes úton ne lehet, bocsánat, a iskola előtt csak jobbra lehetne. Lehetne balra is, igaz, bejebb majd találkozik a behajtani tilos táblával, de ez így nem jó, mert okozhat balesetet, hogy én ehhez kapcsolódóan kérném azt, hogy nézzük már ezt meg, mert több helyen így van, és az a jobbra mutató téglalap alakún, az azt jelenti, hogy ha jobbra mész, az egyirányú utca, az nem kötelező haladás irányt jelent. És ott is van az iskolánál ilyen, és volt is már ebből ott kis bonyodalom, mert a behajtani tilos vagy 5 méterre arrébb van, és akkor veszi észre, amikor már oda befordult
az autójával, hogy azokat nézzük már meg, mert ezek tényleg okoznak balesetet. Köszönöm szépen, vagy okozhatnak, hogyha nem időben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ahogyan már bizottsági ülésen is elhangzott, mindenképpen, tehát most is megígérem, hogy ezt áttekintjük, hogy melyik kör alakú, melyik négyzet, tehát ezeket áttekintjük, hogy megfelelően kerültek-e kihelyezésre, és ennek a felülvizsgálatát megkezdjük, ígérem képviselő úrnak. Van-e további kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki egyetért a határozati javaslatban szereplő utcák forgalomtechnikai felülvizsgálatával és ennek a ezen közterületek rendezésével, azt kérem szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag egyetért ezzel, és ezt egyhangulag megszavazta, támogatta. A következőkben a 0336/10-es helyrajzi számú ingatlanra bányaszolgalmi jog alapításáról szavazunk. A MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság földgázszállító termékvezetés bővítése keretében nyújtotta be hozzánk, hogy bányaszolgalmi jogot szeretne végezni, illetve benyújtani ezen az alábbi szántó és legelő művelési ágú területen, a 0336/10-es helyrajzi számon. Ezért ellenértékként, kártalanításként felajánlott önkormányzatunk részére 66.303 forintot. Ahogyan már a bizottságülésen is megtárgyaltuk, ennek a megállapodásnak az elfogadása nem opció, tehát az önkormányzat számára ez feladat, úgyhogy én tisztelettel kérem a képviselőtestületet, hogy ezt támogassuk, és ezt a jogbejegyzést hagyjuk jóvá, és a kártalanítási összeget pedig fogadjuk el. Tisztelettel kérem a testületet, hogy a napirendet tárgyaljuk meg, és támogassuk. A pénzügyi bizottság tárgyalta. Bizottságunk elfogadásra javasolta egyhangulag. Van-e további kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki egyetért a Jászárokszállási 0336/10-es helyrajzi számú ingatlanra bányaszolgalmi jog alapításáról, megállapodás jóváhagyásáról és a kártalanítási összegről, azt kérem szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag támogatta, jóváhagyta a határozati javaslatot. A 01/19/15-ös helyrajzi számú ingatlan megosztásáról tárgyalunk a következőkben, és a kialakuló 5000 négyzetméter nagyságú területhez való történő csatolásáról. Az ipari park bővítése érdekében Jászárokszállás város önkormányzat tulajdonát képező alább említett helyrajzi számú ingatlan leválasztása 5000 négyzetméterben, telek leválasztása indokoltá vált, mert mi szerint a képviselőtestületnél ugye megállapítást nyert, hogy az elmúlt időszakban örömünkre vállalkozók kívánnak településünkön vállalkozást indítani. Az elmúlt fél évben két ilyen területet értékesítettünk, két új vállalkozás fog beindulni. Még csak szóbeli jelzés érkezett hozzánk, hogy talán lenne érdeklődő egy újabb 5000 négyzetméteres területre, de még nem tudjuk. Ennek azonban műszaki irodavezető asszonnyal egyeztetve egy eljárási menete van, melyet az előterjesztés részletesen költségekkel is ismertet a képviselők felé. Én úgy gondolom, hogy településünk jövőjét és jelenét is most meghatározza, azt gondolom, hogy mennyi munka lehetőségünk van, milyen olyan vállalkozók települnek itt le városunkban, akik újabb és újabb munkalehetőséget biztosítanak a lakosság részére. Tehát jelenleg nem rendelkezünk ezen a területen újabb ilyen területtel. Én javaslom a képviselőtestületnek, hogy egy újabb 5000 négyzetméteres területet biztosítsunk, és ehhez a
az eljárást indítsuk meg, mi szerint megosztjuk ezt a területet, és leválasztunk egy újabb 5000 négyzetméteres területet, mely a jövőben ugyanúgy az ipari park részeként értékesíthetővé válik. Én tisztelettel kérem a képviselőtestületet a napi rendi pont megvitatására és elfogadására. A pénzügyi bizottság tárgyalta. Így van, és egyhangulag elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény. Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban megjelölt ingatlant megosszuk, illetve a kialakuló 5000 négyzetméteres nagyságú területet belterülethez csatoljuk, azt kérem, szavazzon most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag egyetértett ezzel és támogatta. Következő és egyben utolsó napirendi pontunk, jászárokszállási 189 és 190-es helyrajzi számú ingatlanok kijelölése eladásra. A Csokonai utcai jászárokszállás város önkormányzatának tulajdonát képezi ez a két ingatlan. Az egyik egy 151 négyzetméteres, a másik 218 négyzetméteres ingatlan. A képviselőtestülettel bizottsági ülésen hosszasan tárgyaltuk. Mindenki számára ismert ez a két terület, hogy hol helyezkedik el. Jelenleg ugye a városi bölcsödénk és óvodánk melletti, mondhatjuk úgy, hogy egy kis saroktelek, vagy egy ilyen kis beékelődött terület, egy ilyen kis háromszög alakú. A terület jelenleg az önkormányzat tulajdonát képezi. A terület sorsáról, jövőjéről tudunk most dönteni. Én tisztelettel kérem a képviselőtestületet, hogy ezt tárgyaljuk meg, vitassuk meg, és döntsünk arról, hogy mi legyen ennek a területnek a sorsa. Pénzügyi bizottság tárgyalta. A pénzügyi bizottság 3 nem és 2 tartózkodás mellett nem hozott határozatot. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim véleményét hallgatom. Nagyon szépen köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtestület, én a keddi bizottsági ülésen is elmondtam, hogy én támogatom a területnek a kijelölését eladásra. Összesen 369 négyzetméterről beszélünk, tehát ide építeni nem lehet. Viszont aki meg szeretné vásárolni, az közvetlen mellette lakik. Én úgy gondolom, hogy egy szép területet tudna itt kialakítani. Tudjuk nagyon jó, hogy a Városgondnokság gondozza, ők nyírják itt a területet. Én úgy gondolom, hogy célszerű lenne eladni ezt a területet az ott lakóknak. Köszönöm szépen, és kérem a képviselőtestület támogatását, hogy ők is támogassák ezt. Köszönöm. Van-e további kérdés? Bizottsági ülésen én is támogattam. Emlékszem arra az időszakra, amikor ott a bölcsöde kapcsán, óvoda kapcsán bővítéseket végeztük. Akkor úgy jelöltük, hogy most ez a kerítés szakasz egyenes és tovább még a tőségek irányába. Tehát mi akkor sem számoltunk azzal már, mert az kiugrana. Tehát nekünk inkább az volt a fontosabb, ami sarki épületet végül sikerült megvásárolnunk. Tehát a bölcsödének ez a kerítés mentén, ahogyan most ott kialakítottuk, ez a kis keskeny utca marad, tehát mi nem számoltunk azzal, ezzel a beugró részen, mert ehhez a részhez egyáltalán nem igazából jött már úgy oda, és ezért akkor is így alakítottuk ki, és mint ahogy mondtam, tehát nekünk a sarki épület, amit közben sikerült elcserélnünk, amiben most a bölcsödének egyéb technikai jellegű felszereléseit hasznosítjuk. Tehát akkor ez volt az elképzelésünk, és a belső telek az meg ugye, ami a tőséréké, ha jól emlékszem, az azt hiszem, hogy elővásárlásként, tehát az már szerepel, mert ott, ha megnézitek, ott a kerítés bejebb ugrik, és a mostani bölcsöde kerítésével lehetne akkor kiegyenesíteni. Tehát ezt a telket nem érinti a hosszabb gondolkodásunk esetén sem, hogyha az óvodához szeretnénk a tőségféle telket későbbiek kapcsán. Tehát mert ott van egy beugró rész, és ennek a bölcsödei kerítésnek a nyomvonalába haladna tovább egyenesen. Tehát akkor ez volt a mi elképzelésünk, így támogattuk. Köszönöm szépen, tehát köszönöm. Én javaslom az eladását. Képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Pontosan a tőségféle ház elővásárlási jogával rendelkezik az önkormányzat.
És bennem az merült föl, hogyha esetlegesen ezt meg fogja vásárolni az önkormányzat, akkor egy területbővítést tud az óvodánál létrehozni. Akkor el kell gondolkodni azon, hogy esetleg egy másik bejáratot is biztosítani az óvoda területére, hiszen tudjuk, hogy naponta problémák vannak a parkolással, bejutással az óvodába. Én ezért tartózkodtam ezzel kapcsolatosan az eladásnál. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezt minden áron el kell adni az önkormányzatnak. Szabad még ehhez? Persze. Tehát én szerintem ez nem zavarja a bejárás, tehát továbbra is meg lehetne, mert pont az úttal szemben lehetne a bejáró. Tehát az is szóba került, akkor már ott akartuk először a kaput, de miután sikerült megvásárolni, vagy elcserélnünk a sarki épületet, így nem vált szükségesé. Tehát azt egyáltalán nem befolyásolja, tehát a bölcsőde kerítése, ahogy meg az óra kerítése, a kapu oda került volna kialakításra. Tehát ez nem ütközik, ez a bejáró, ahogy mondtad Csapa, később szeretnénk be. Egyáltalán nem befolyásolja, nem zavarja ezt a területet, mert ez már följebb esik ez a terület. És a kerítés nyomvonala meg pont úgy esne jól, hogy a tősérékével egyenesen lehetne tovább vinni. Tehát akkor ezt erősítettük. Hát azóta eltelt 15 év, de én továbbra is azt mondom, hogy én javaslom. Köszönöm szépen, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ha állunk szemben, akkor jobbra van a bölcsöde kerítése és egy kis szakasz. És látjuk azt a vaskaput, a vaskapu a tőségházat. Tehát ahhoz most is a közterület, tehát út vezet. Tehát azt nem, az nem kerül eladásra. Tehát most is be tudnánk, tehát ha holnap azt gondoljuk, hogy akarunk, ettől a telektől függetlenül az út az megmarad, mert az most is egy közút. Tehát az közterület. Mellette van ez a füves terület, ez a 300 valahány négyzetméter, tehát most is út vezet, hiszen az egy család, egy ingatlan, tehát tősérék most is be tudnak menni. Ha ezt a telket eladjuk, nem mondom, hogy el kell adni, csak hogyha eladjuk, tehát például értékesítjük, ugyanúgy megmarad, tehát az egy utca, tehát az egy út, tehát az óvodába, bölcsödébe és a majdan elővásárlási joggal rendelkező ingatlanhoz ugyanúgy el tudunk jutni. Kérdés az, hogy esetleg, amit képviselő úr is mondott, azon el lehet azért gondolkodni, hogy a parkolás is. Így van, tehát azt mondom, hogy ugye, hogyha csak az utat hagyjuk meg, akkor az utat biztosítjuk, hogyha a jövőben azt is nézzük, hogy esetleg oda az a 300 négyzetméter egy parkolási funkciót is betöltsön, akkor valóban az ingatlant meg kell tartani, akkor nem kell eladni, csak hogy így próbálom megvilágítani, hogy az út, tehát a bejárás az biztosított marad, de valóban akkor az csak egy utca maradott, egy olyan széles sáv, mint egy közút. A kaput azt csak mi engedtük meg neki, hogy levegyek zárva, hogy nem menjenek be. Voltam a belső részen is egy rossz kerítés, meg omladozó fal. A kerítés azon oldalán, amit most üres telek van, az úgy lett lebontva, veszélyes volt. És tősérék akkor azt kérték, hogy ott hagyjunk neki kaput, hogy le legyen zárva az a rész. Szerintem az óvodát nem befolyásolná. Ha eladásra került tősérékén, ott is lehetne továbbra is parkolási lehetőségeket, én azt gondolom. Tehát én nem látom, mert most is úgy érzem, hogy ez egy kiugró, tehát nem ehhez a területhez kapcsolódik igazából. Ez az útestnek a másik részé lenne. Tehát akkor, ha oda akarnám a bölcsödéhez vagy az óvodához, azt az utat, amit útként szerepel, azt meg kellene szüntetni. Ott rendes út van, csak ugye sokan nem tudják. Akkor meg nem tud bejárni, így van. Ott rendes út van, a szabadon kell hagyni. Képviselő úr? Jó. Nem az úttal van problémám, a parkolással. Most is az óvodánál a legnagyobb probléma a parkolás, nem a bejutás. Parkolás. Igen. Én ezért javasoltam azt, hogy nem törvényszerűen kell most döntést hoznunk, de el kell rajta gondolkozni, hogy akkor mit tegyünk. Mert ha esetleg elgondolkozunk azon, hogy egy másik bejáratot nyitunk, akkor viszont biztosítani kell a parkolási lehetőséget is. Ez így igaz. Képviselő úr? Hát végül is most egy 369 négyzetméterről vitatkozunk, ha így ezt összeadjuk. Én már régebben jeleztem, hogy a óvodai dolgozók azok ne a kapuba álljanak már meg, hanem ugye, vagy akik ott dolgoznak, reggel egy bemennek, 8 óra múlva hazamennek, hanem aki viszi a gyereket. És ott hátul, ahogy a Szerző Csaba képviselő mondta, hátul lehetne csinálni egy személyzeti parkolót. És akkor hátulról be is tudnának menni a dolgozók, és akkor elől nem foglalnák a helyet. Mert előbb-utóbb, tehát mindenütt a parkolással vagyunk gondban. Legalább nekem is ez a véleményem. Köszönöm szépen. Képviselő úr?
Köszönöm szépen. Olyan érdekes a számomra, nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy emlékeznek rá, hogy amikor a Horgász Egyesület meg akart venni egy területet, nem volt más jelentkező, milyen meg akarta venni, egyből volt egy másik is. Milyen érdekes, bead egy lakó egyik érelmet, hogy szeretné megvenni, de már van egy másik verzió is, vagy B. Ideig nem foglalkoztunk ezzel az ügyel. Tehát ideig nem kellett, ideig nyírtuk a füvet, parlagon volt, dzsumbúj volt, most van egy jelzés, rendbe szeretnék tenni, hopp, már most nem. Tehát nem értem az összefüggést. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ez, amikor így van egy vételi szándék, vagy van valami, akkor az nekünk nagyon jó. Én értem az összefüggést, tehát az nagyon jó, mert most elindult egy más típusú gondolkodás, és hát nem hibáztatom magunkat, de valóban nem foglalkoztunk ezzel a résszel. Ez igaz, ezt el kell most, hogy ismerjük, hogy ezzel a résszel nem foglalkoztunk, de én örülök neki, hogy most itt van, és most foglalkozunk, és akkor most beszéljük meg azt, hogy mi, mert ugye mind a két oldalon vannak érvek, és a város jövőjét mindig egy nagy egységben kell szemlélni, hogy mi lesz 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva, mi lesz az utódainknak, ki tudja, hogy az ott óvoda lesz, nem lesz. Tehát én azt mondom, hogy azért most ez jó, hogy ide került, mert most egy más aspektusból is meg tudjuk ezt most vizsgálni. Arról nem is beszélve, hogy óvodavezető asszony is itt van, tehát lehet, hogy már ő is gondolkodott ezen, csak még soha nem jelezte nekünk, tehát azért mondom, hogy én örülök neki, hogy ez most itt lett, és akkor a képviselő úr megengedett, hogy óvodavezető asszony, mert már láttam, hogy jelentkezel, bocsánat. Beszéltünk róla, volt tűzriadó az óvodában, és tehát Isten igazából nem tudtuk megmondani, hogy hol menjünk ki a gyerekekkel, ha probléma van, hiszen egyetlen egy bejárat van, ahol a tűzoltóautónak be kell jönni. Hova viszem a gyereket, hol viszem ki a gyereket, legfeljebb csak a bölcsöde felé, vagy a kiskapun. Úgyhogy azt mondta ez a Mike úr, hogy ő is ezt meg fogja vizsgálni, hogy merre lehetne a gyerekeket kivinni, hiszen a tűzoltóautónak valahol be kell jönni, hogyha ilyen probléma adódik. Na hát ezért jó akkor, hogy most ez napirendre került, mert akkor most így együtt vagyunk, most van az a pillanat, hogy akkor lehet, hogy egy egészen más irányból is meg kell vizsgálnunk. Nem tudom, képviselő úr megengede, de mert már annyira régóta, Gonda Csaba képviselő úr olyan régóta jelentkezik, hogy hagy adjak már szót. Bizottsági ülésen úgy érzem, hogy én voltam az, aki azt a gondolatot legelőször megfogalmazta, hogy ezt a városnak meg kellene tartani, hiszen az értéket nem képvisel, erre a pénzre nincsen szüksége a városnak. Ezt az előző testület valamiért megvásárolt, nyilván azzal a szándékkal nem megvásárolta, megszüntetett egy romhalmazt, mert ott végül is két ilyen omladozó épület volt, ami patkányfészek, meg minden egyéb hajléktalanok, stb. Azt nagyon jól tette. Mellette lévő ingatlanra rátették a elővásárlási jogot, valószínű azzal a szándékkal, amiről most beszélünk, nem tudom, de volt már itt a rendszerváltás óta elég sok olyan döntés, egy-kettőt említek, itt például a polgármesteri hivatal udvarát, hogyha megnézzük a sarki állatorvosi épületet, hogy az annak idején kiengedte a város a kezéből, volt, amiről előbb beszéltünk, forgalomtechnikai dolog, hogy a közösségi ház előtt lévő kis Tibor édesanyjának a házát nem vásárolta meg a város, ahol egy csapásra meg tudta volna oldani a vérvételhez, fizikoterápiához, masszázshoz, olajos doktor úrhoz a parkolási problémát, meg tudta volna az iskolának a parkolási problémáját oldani, meg tudta volna a közösségi ház parkolási problémáját. Én úgy érzem, hogy ezen a pár százezer forinton, amiről most döntünk, fontosabb egy jövőbeli előremutató gondolkodás, hogy tartsuk meg ezt a telket, mint az, hogy ezt most pár száz ezer forintért eladjuk. Ennyit szerettem volna hozzá. Köszönöm szépen. Képviselő úr. Vezetőasszonynak szeretném megnyugtatásként mondani, hogy akkor azért nyitottuk meg az idősek felé a kaput, amit bármikor megyek, sajnálatra tapasztalom, hogy mindig zárva van. Most, hogy a legutóbb a világokot szerettük volna rendbe tenni, átmenni,
zárva volt. Azért építettük ott ki a kaput, mert pontosan azt hiszem Karcagról járt ide a tűzvédelmi előadó, ő azt kérte, és ott lett kialakítva. Tehát ott van kapu, át lehet menni. Csak be van zárva. De én azt gondolom, hogy az úgy helyes, hogy be van zárva a képviselő úr, tehát hogy hát a gyerekek nem mertnek át az idősek otthonába. Nem kell, de azon valamikor egy tolózár volt, a másik se kulccsal van bezárva, ott is ugyanúgy ki tud menni a gyerek. Tehát szerintem itt is be kell zárni, ott nyitod a kaput, azt is be fogod zárni, mert az sem. Jó, hát én azt gondolom, hogy ezeket meg tudjuk beszélni, így van, hogy mi az útvonal. Maradjunk az eredeti előterjesztésnél. Nagyon-nagyon sok irányból megvizsgáltuk bizottsági ülésen. Most még egy újabb aspektusát is látjuk a dolognak. Kérdezem, van-e még további észrevétel, vélemény, képviselőasszony? Én is elhangzottakhoz csatlakozom abban a tekintetben, hogy valóban eddig nem irányult a figyelmünk erre a dologra. Tényleg ez a mostani napirendi pont irányította rá a testület figyelmét, de átgondolva én is amellé csatlakozom, hogy talán nem döntenék arról, hogy most ezt eladjuk. Nagyon hasznos volt ez a tűzvédelmi szempontú megközelítés is, amit hallhattunk. Én még hozzátenném azt is, hogy ugye gazdasági bejárat is egyben, az egy bejárat, amit most használunk, hogyha lenne még egy bejárat, akkor én javasolnám azt is, hogy az is hátul legyen, és ne folyjon egybe a gyermekek, szülők érkezése esetleg egy másfajta célú szállítással, ami az óvodába érkezik, tehát minden szempontból ez praktikusabb lenne elkülöníteni. Illetve az is elhangzott a bizottsági ülésen, hogy ugye a testület nagyon sokszor elmondta már különböző témák kapcsán, hogy milyen jó lenne, ha nem lenne ilyen sűrűn beépítve a városközpontunk. Tehát itt is tudnám ezt az érvet is felhozni, hogy talán nem célszerű ezt kiadni a kezünkből, mert ez is egy nagyon központi fekvésű terület, ami talán nem baj, hogy az önkormányzat kezelésében marad. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kubacsak József képviselő. Még csak annyit, hogy mostani ülésen csak a kijelölésről döntenénk, hogy kijelöljük-e eladásra, ez az egyik, és nem tudom, hogy régebben, amikor ezt a önkormányzat megvásárolta, hogy az mennyi pénzbe került, mert szerintem annak a pénznek a töredékét csak kapnánk most megérte. Én tudom, Józsi, mert nem tudjuk. Nem tudjuk, mert a belső kerítés saját kezűleg építettem az óvoda mellett, mi raktuk fel végig. Én emlékszem, Csaba is ott volt, emlékszik rá. Jó, hát most mindegy, hogy mit mond az ember, úgyis... Sajnos ezt most ebben a pillanatban nem tudjuk, és nem is ki... Tehát most, hogy mennyibe került az ingatlan, ezt most sajnos nem tudjuk. Én még Juditnek szeretnék reagálni, hogy ez a terület ez nem lenne beépítve, mert erre nem adnak be építési engedélyt. Tehát ezt nem építené be a lakó, mert ide semmilyen építési engedélyt nem kapna. Tehát ez maradna így, csak nem a városgondosság tartaná karba, hanem maga a lakó, aki megvásárolná. Tehát ez nem lenne beépítve, ahogy említetted, vagy említette, hogy ne építsük be a városnak a központját. Tehát itt nincs ilyen szó. A kifejezés, de az, hogy ez egy lekerített területté válna bizonyosan, tehát ez nem a lakosság számára nyitott terület. Így van. Van-e további észrevétel, kérdés, javaslat, vélemény? Akkor én tisztelettel kérem a képviselőket, hogy szavazzunk. A határozati javaslatban Jászárokszállásváros önkormányzata tulajdonában lévő jászárokszállási 189-190-es helyrajzi számuk ingatlanok eladásra történő kijelöléséről döntünk. Aki egyetért azzal, hogy ezt a két ingatlant kijelöljük eladásra, kérem szavazzon most. 2 igen szavazat, nem. 1, 2, 3. 3 nem, tartózkodást. 2, 3, 4. Akkor megállapítom, hogy ez a két ingatlan nem került eladásra, kijelölésre. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, vagy a jelenlévőket, hogy van-e valakinek közérdekű bejelentése,
vagy valamilyen közlendője. Ha nincs, akkor én megköszönöm mindenki munkáját, mindenkinek a közreműködését, a hozzászólásokat és a konstruktív gondolkodást, és ezennel a Soros képviselőtestületi ülést bezárom.